Sziasztok! A mostani videóban nézd a tartalom. A mostani videóban kérdésekre fogok válaszolni. Igen, többször lefoglaltam azt a videót. Voltak nagyon rossz csúna kommentek. Én is kicsit durván megválaszoltam, de úgy gondoltam, hogy nem lehet feltölteni. Azért úgy gondoltam, újból átszerkesztettem, újból megpróbálom megválaszolni. Hát ami normálisan meg lehet válaszolni, ezt megpróbálom válaszolni. Lehet lesz, amilyen nem fogok válaszolni, nem tudom. De megpróbálom negatív dolgokat és pozitív válaszolni, mert nem tudom, hogy fog menni. De minden, nem akarom még egy videót forgatni, akkor kezdjük be, első kérdés. Hoppa, tenni is megtalálni elsőt. Nem tudom, úgy veszem észre, a főzés videó egy sok van, abból legalább kevesebbet kéne csinálnom, kevesebbet kéne. Szeretem az ezős videót, de mivel a konditerben nem nagyon lehet menni, mert én is meg voltam fázva, most éppen nem hiányzik a tüdőgyulladás, akkor most egyelőre ezős videó el van vetve, ami nem tudom, valami, utána szeretném valami kabai, borozatokat, meg ilyen paródia, és hasonlókat kéne csinálni, van édes videókat. Köszönöm szépen a kérdésén, ő a másik kérdés. Dév, kedves Zoli bácsi, a mamát mikor fogja végre bemutatni nekünk? Annyiszor halljuk nyikorogni a háttérben az ajtóval, most már igazán szerepelhetne ő is egy-egy videójában. Tényleg szerepelhetne. Csak az anyukám is 84 éves, hát nem akar már szerepelni, nem az ő világja, úgy van, de igen, nem szerepel, nem kíván szerepelni. Igen, sokszor ez a forgatás, egy kicsit nem örülök neki. Most én is személy jogon megértem, hogy nem akar szerepelni, hát én nem hiszem, nem fog szerepelni. Remélem megérti, köszönöm a megértését. Menjünk is tovább a harmadik kérdés, mert úgy látom, hogy egy hosszú kérdés lesz, ezt kicsit nehéz lesz megválaszolni, de megpróbálom. Dani Györfi, kedves Zoli bácsi, csak pár kérdés, amiket én és a baráti köröm válogattunk össze magának. Önnek volt már autója? Autó? Nem volt autó, nem. Szerettem az autót, de nem. Ha igen, milyen maga volt katona? Katona nem voltam, én szerencsésen megúsztam. Alkalmatlan voltam. Mikorra várható az új stukkerével a kabaré műsor, a saját... Ja, új stukker? Milyen hamarabb szeretem, milyen hamarabb. De húsvét után. Húsvét után biztos megpróbálom. Én most húsvét előre nem volna szerencsés stukkers videó. De lehet, hogy termék bemutatót fogok tartani, de nem tudom. De mindenképpen húsvét után. Hát videói közül melyik a kedvence? Nézd más videósokat tévében, mi a kedvence? A kedvenc videó, első videó, ami gondolt a kérdése, amit lefogadtam, a Gyulai Látvánszor Körkút. Igen, szoktam nézni más hülyeségeket is, ha főleg amikor valamit nem tudok, másodtól tanulok. Igen, nézem más hülyeségeket. A tévében milyen kedves műsor? Ha valamikor akciós filmeket szerettem a Kimi, nem tudom, most már horrort. Most már nem nagyon, már azért csak ott tartom, hogy már pozitív dolgokba kell gondolkodni. Már azért akciófilmekből már szerintem kinőltem. Nem szereti álmodni, hogy kitörök be. Szerintem már nem, én már nem nézek akciófilmeket, nem nézek. Végigjátékokat szeretem, de az úrlátó tévében nem nagyon van. A legjobban szeretem a dokumentumfilmeket, tudományos dokumentumfilmeket, például csillagászati, technikai újdonságok, érdekes dolgokat szeretem nézni a tévébe. Kedvenc műsora, honnan van a híres mesztelen nő mapa, letöltötte valahonnan? Igen, letöltöttem. Bár én szerettem volna lefotózni őket, nagyon szerettem volna lefotózni, de sajnos
letöltődött. Hát igen, az a mesternői nappa, azt is át kellett szerkesztenem, mert azt a szót most nem játszhatom be, hogy a népbetűs szót nem játszottam. Ez elnézést kérte, ezt a szót át kellett alakítanom. Vagy esetleg maga fotózta őket? Hány éves Cézár és Róka? Maga sz... Róka, Cézár, hány éves? 10, 11. Hát a... Állatok már utol 7 év, 1 év, 7 év emberi időben állsz, hogy pontosan 70, 70 éves és 77. Hát nem fiatal kutyák. Lehetne velük is jó videó készíteni, de már túl öregek ezeket betanítani, ahol már nagy idősek sajnos. Amikor fiatal voltak, akkor nem volt videó. Jó. Ha szeretne gyereket, maga melyikon? Nem, gyereket nem szeretné. Hát most egyre jó az a Magyarország is nekem, most nem tudom. Országban élne szívesen, melyik a kedvenc Bud Spencer, Terence Cehill filmje, melyik? A Bud Spencer, a Terence Cehill filmekben mindjárt szeretem. Mind, már nem mind olyan jó. Van bennünk valami, nem azt mondom, hogy mai akciófilm, hogy lőnek, lőnek, soha nem töltenek, vagy csak halottak, halottak vannak. Nem, ez nem szeretem mai akciófilm. Bud Spencer, van valami érdekesség van. Van valami kaland, van valami téma, tartalom, tehát nem úgy csak lőnek össze-vissza más filmekben. Szerintem mind, már nem így jó. Mert Terence Cehill van a Bud Spencer filmekből. Mik a kedvenc magyar filmje? Hát mondjam azok, hogy mi a kedvenc magyar filmje? Most egy jut eszembe, Bors Máté, Tonka István főszerepésére. Jelenleg udvarol valakinek, maga is szívesen visszafoglalná Erdélyt. Mi ez? Hát nem tudom, Erdélyt érdemes volna visszafoglalni. Nem tudom. Érdemes volna. Hát most nem udvarolok. Hát, igen, most nem. De most csendben vagyunk. Milyen számítógépes játékokkal tetszett már játszani? Melyik volt a kedvence? Magad? Ott van a számítógépes játék, ami Hollywood, Los Angeles utcáin sétált a végig. Mindenképpen meg kellett valami ölni. Végül rendőrt lőttek le. Hát egy ideges játék. Nem, milyen játék címe, az nem szerette. Mert szerettem az autós versenyző játékokat, versenyző autóval. Ezeket szerettem. Hát sajnos most a videózáson most már nem nagyon éjek rá játékokat játszani. Nem dohányzok. Van valami vicces sztoria iskolából vagy munkahelyéről? Milyen állatok találhat? Van vicces sztoria, de túl sok a kérdés, nem tud ezzel mondani semmi. Milyen állatok? Van a Cézár, Jóka kívül? Hát most egyébként nincs más, semmi. Még bátyám kitett anyám, ő még tart még néha birkát, de most egyébként más állat nincs. Hatók még Cézáron és Rókán kívül az Elekfarmon. Köszönöm szépen előre is a válaszait. Nagyra értékeljük. És kívánunk magának jó egészséget és további sikeres videózást. Nagyon szépen köszönöm. Külön négyes kérdés. Cseh Barbara, kedves Zoli bácsi, az lenne a kérdésem, hogy csinálna-e nekünk egy olyan videót, ahol bemutatja a házát kívülről és belülről is. Kíváncsiak vagyunk. Köszönjük! Nem tudom, mit mutassa be a háza. Több mint 50 éves a ház, nagyon le van lakva. Kéne legyen 20 millió folyt, több mint 20 millió folytból rendben hozatni. De az abban a ház nem egyedül enyém, vagyunk a hárma, meg anyám még a fele. Hát nem tudom, én nagyon szeretném jó videó készíteni, de ahogy mondtam, nem cserélném a ház, mert én nagyon lelakott. Hát nem hiszem tudok a videót sem. Ő a stúdióval tudok készíteni. Tehát köszönöm szépen a kérdést. Akkor a ötötig. László, nagy kedves Zoli bácsi, maga milyen zenéket szeret hallgatni? Diszkó zenéket, dance-tár zenéket, igen, 70-es,
Igen, 70-es és 80-as évek zenéi szeretem legjobban. Köszönöm szépen a kérdés. Akkor a hatodik. Igen, elmondtam, milyen videók lesznek. Akciós, bohózatok. Igen, lesznek bohózatok. Hát a főzést már mondtam, hogy csökkentni akarok. A milyen kedves állatom? Azt hiszem a tigris. Meg a kék kutya, ami van nekünk. Nem tudom, minden állatot szeretettem. Miért? Azért nem tartom állatokat. Igen, igen. Milyen kedves étel? Hát füstölt, sertés, comb, sonka, megsütve a pecsenyé, ez a kedvencem. Köszönöm szépen a kérdést. Tisztelt Zoli bácsi, az lenne a kérdésem, hogy Zoli bá mikor fog készíteni saját receptkönyvet olyan finomságokkal benne, mint például a toáspörkölt vagy a sajtos kenyér? Hát nem tudom. Hát valaki felállta, hogy így egy könyvet, tehát utána nézze. Én videómmal alapján fog egy könyvet írni. De minden már azon is utána fogok ételködni. Én nem tudom esetem, mi lesz a jövő. Köszönöm szépen a kérdést. Hát igazán megmondtam, túl sokan nem, mert lehet most az, itt van az a koronavírus miatt, nem is tudom. Tehát főleg elkezdett az a ország másik oldalán, Dunántúlról van fent a északon. Hát itt már nem Békés megyében van, azon baj. Én a kabai szerepek, a kelsi hőszerepből, tehát köszönöm szépen a kérdését. Menjük a 9-től kérdés. Visszamennék, persze visszamennék. Sok minden másképp csinálnak. Visszamennék, igen. Sok minden kiavítanak. Köszönöm szépen a kérdésről, a tizedik. Simon Révész, kedves Zoli bácsi, az lenne a kérdésem, hogy mi az a hely, ahova szívesen elutazna, van bakancs listája, vagy dolog, amit még szeretne az életben megcsinálni, kipróbálni? Hát, nagyon... hát ha tudnánk segíteni, ön is mindig segít nekünk, üdvözlettel, egy lelkes rajongó. Hát legjobban Velencébe szeretnék elmenni. Hát szeretném látni ezt az Velencét, mert végig szerelmesek városa. Hát lehet, igen, egy hölgyet szeretném, de annak urától kicsi a valószínűsége. De annak is, hogy Velencébe egyszer eljussak. Ugye Velencébe szeretnék eljutni, ahol fölállom. Köszönöm szépen a kérdés. Mindeszántó kedves Zoli bácsi, nekünk a következők lennének a kérdéseink. Milyen bort szeret a Muskotárokat. A legjobban Róka és Cézár, milyen idősek és Róka Cézár a közel 70 éves, emberi időben elszámolva, a kutyának 7 év, akkor pontosabban mondja, a 10 éves körül lennének. Jó, de már 11 is van. Akkor körülbelül Cézár körül 70-en felme, ember 10 éves, 70-en felme, Róka meg 77-nek. Hát nem nagyon, nem viszik őket sétálni, mert nem bírják a nyaklót, nem veszik fel a nyaklót. Utcán nem lehet úgy anélkül sétáltatni. Szoktak-e járni Zoli bácsival sétálni? Ha bármelyik országban lakhatna, melyik országot választaná? Üdvözlettel, Balázs és Tündi Júji, nagyon szeretjük a videóit, minden jót kívánunk! Köszönöm szépen, hogy nagyon örülök. Hát melyik országban? Hát én nem tudom, csak a magyar nyelvet beszél, azt értem. Hát szeretni itt maradni Magyarországon. Én szerintem nem az a megoldás, hogy elutazni. Itt kéne valami dolgokat csinálni, itt kéne karriert építeni. Egyébként szomorú, hogy Magyarországon nem történik semmi. Köszönöm szépen a kérdést! Ó, kedves
Nem igaz, éte nem aggódjuk, nem étem túl, mert passz, nem étem. Köszönöm a kérdést. Pink Fluffy Unicorn Zoli bácsi, szokott zenét hallgatni? Ha igen, mi a kedvenc zenéje? Hát a kedvenc zené a Omega-tól, a Gyönyhajúra, Pettollahom, ami a 67-es után nem Omega-tól van, az út, a Republic, akkor mi szeretem a Neoton Familiát, hát mi egy tárt is valahogy szeretem, akkor mi a 80 munka, Prát is, vagy nem tudom, együttesének, interjúmú út eszembe. Ezek a számokat szeretem, 70-es, meg a 80-as éves számokat. Köszönöm szépen a kérdést. György Balázs kérdés, hivatalosan mi a mester szakmája, és mit dolgozik? Most jelenleg nem dolgozok, hát mondhatom, kétkezű munkás vagyok, nincs szakma. Most nem tanultam semmi fia hivatalos szakmát, nem tanultam. Köszönöm szépen a kérdést. Edith Máté, kedves Zoli bácsi, azt kérdezném, hogy járt-e már Máté Szalkán, Edith és Máté mama? Nem. Remélem fogok járni, de nem jártam Máté Szalkán. Remélem, ez sem elsikerül oda jutni. Köszönöm szépen a kérdést. Alexandra Bicó, hogy bírja ezt a bezártságot? Hát igazán nem, hogy nem vagyok bezárva, de mégis, már azért bomba elmegyek a legfontosabb helye. Hát nem, ez az is jó, hogy ez meg van engedve, hát teljesen igazat érnem, hogy bezárva, tehát mégis csak börtön. Hát nagyon nehezebb. Mert sok minden videót nem tudok csinálni, amiatt az a, ami bezárság miatt van. Köszönöm szépen a kérdést. Gancs János Zoli bácsi, Dániel kérdezi, hogy maradhat-e egy kicsit a csatornán, amíg megmelegszik, vissza lehet-e nézni a régi videóit? Igen, ha jól emlékszem, maradtak, természetesen hagyd megegyen meg, vissza lehet nézni a régi videókat, feltettem őket, azt hiszem, mind nyilvánosak. Nyilvánosan meg lehet tekinteni őket. Köszönöm szépen a kérdést. Üdvözlet, Zoli bácsi! A magyar talpmester megérkezett, azt kérdezi öntől, hogy szokott-e lovagolni? Nem nagyon. Gyerekkorban leszerettem a lovagolni, mert nem féltem van, felültem van a lovag, akkor szerettem van, most már lehet nem menni felülni a lovag. Nem lovagol, nagyon sem, de igaz, hogy jó lett van a gyerekkorban deportolni, de nem. Köszönöm szépen, kérdés. Idősebb Náci László Szevasz Elek bátyám, tisztelettel kérdezem, hogy ízlette ifjabb náci fiam sajtos kenyér specialitása, illetve mikor engedsz betekintést nekünk a csupasz mesztelen nő mapába. Tisztelettel idősebb Náci Laci. Hát, kedves László, ezt a kérdést meg át kellett szerkeszteni. Mert igen, női nem is szemre kellett volna mondani, de ezt nem lehet mondani. Igen. Hát tetszett, jó volt ez a sátos kerék, csak kicsit jobban be kellett volna gyakorolni, mert nem álltott volna valami kis sonkafélséget tenni hozzá szerintem. Tehát így is szerintem jó volt. Hát sajnos nagyon szeretném bemutatni azt a mappát, azt a igen, mesternőknak a híjességet, de sajnos nem lehet, mert YouTube ilyen elve nem engedi be. Mert lehet, hogy szerződjük, hogy nem én fotóztam ők, az a nagy baj. Ma úgy a szívesen szeretem, hogy a videó készített, de sajnos itt a YouTube ilyen elveg nem lehet, lehesség, nem lehet megoldani. Pedig nagyon szerettem volna. Köszönöm szépen a kérdést. Tinei Petrus, szép napot Zoli bácsi, szeret YouTube tartalmakat készíteni. Gondolta volna valaha is, hogy ennyi ember lesz kíváncsi a videóira, melyik receptől a legbüszkébb? Ami a csatornán található, előre is köszönöm, ha válaszol, szép napot! Igen, szeretem gyártani YouTube tartalmat. Igen, szeretem. Sosem gondoltam, hogy YouTube fog elindni sikerekre, nem gondoltam. Ha mások gondoltam volna, főleg nem a videózásba. Igen, melyikre vagyok legbüszkébb? Hát szerintem a sajttal töltött párizsi. Hát szerintem az a legjobb videó, erre a legjobbat büszke lenni. Köszönöm szépen a kérdését.
bácsi, azt kérdezném, hogy látta-e az Igazságligája filmet, ismeri a szuperhősöket, mint Superman, Batman, Csodanő. Sajnos a filmet még nem láttam, biztos nem láttam, nem tudom. A Superman meg a Batman, mert szeretem. Nem tudom, Csodanőt láttam, mert tényleg, mi a Superman meg a Batman, mi a képregényben szerettem olvasni. Nagyon jó volt. Köszönöm szépen a kérdést. Faltoffi, kedves Zoli bá, az előző csatornáján az összes videóját láttam, és ezen is azt szeretném kérni tisztelettel öntől, hogy beszéljen kicsit a betegségéről, hogy jobban meg tudjuk ismerni. Persze nem kötelező, nem várja el senki, de engem megtisztelne. Üdv, Bence és Anna. Én nem tudom, beszélhibás ember, mert mindenki azt hiszi, hogy beteg, mert buta. Én nem tudom, hogy van az. Mert azt sem tudom, kitalálta ki azt, hogy én agyvízésem volt. Hát így születtem, sajnos meg a beszéd nem a kenyerem. Szerintem én más betegségű, nem tudom, volt is agyvízése, lehet a CDL-et, MÖN vizsgálta, lehet megállapítani, nem tudom. Mi azóta nem tudok hova. De az, hogy hát sajnos így születtem, és beszéd nem a kenem, nem is akartam beszélni, nem is akartam videó odaállni, de ullatok. Hiába vannak több diplomás emberek, sokan nem mennek odaállni a videó elő. Akkor már mit tudok csinálni, kétel, hogy én odaállni. Én is mondjam, hát én nem tudok bármilyen betegségről. Agyvízés sosem tudok. Esetleg tejfás, hátfás, ki tudja milyen betegsége van, látom vesében van tiszta, nem tudom más betegségről, nem tudom. Remélem tudtam valami mondani, kiegíti a választ, nem tudom. De mindjárt köszönöm a kérdését. Ernő Sámúci mindennapi nevnap köszönt eszelbe jelentkezhet, mert így serte erzi magát a többi ember. Ja, az a névnapban köszöntő. Hát én azokkal köszöntöm már a névnapot, akiknek fizetik a videó, vagy támogassák a videóimat. Néhány pár összeggel a csomaggal. Na mégis azért nekem mindent megvenni nem olcsó, nem 2 forint. Hát sajnos én bejelentkezem, nem nagyon akarok csinálni, mert én nyilvánosságára élő adást nem nagyon akarok csinálni. Hát sajnos vág mindenre megsérdem, de mindenkinek nem tudok eleget tenni a kérdésére. Köszönöm szépen a kérdés. Felícia Szemes melyik évszakot szereti a legjobban és miért, kedvenc színe, és az is miért? Melyik évszakot szereti a legjobban? Hát mégis azt hiszem a tavasz, mert akkor jó a nyár. Azt hiszem a legután nyara szereti a legjobban, mert nem kell fűteni, igaz, hogy nagy meleg, az sem jó. De legalábbis nem kell fűteni. Hát őszt már nem nagyon szeretem, mert ott jön a tél. Hát színem mégis férfi vagyok. Általában a férfiak sütés színeket szeretem, nem világos színeket, feketét. Köszönöm szépen a kérdését. Freak Riders, mikor lesz Amatőr Kaszkadőrök magazinja, egy nagyon várom már ezt a sorozatot is. Nem tudom. Ennek a vírusa legyen már vége, hogy jávának. Hát nem tudom, senki nem mehet szerepelni ma. És nem akkor vírus ide adni, oda adni. Ott is 2 ember kell, nem 1 ember kell. Nem tudom még. De köszönöm szépen a kérdés. Lajos SMB, Zoli bácsi, van tüze? Annál tüze szívesen. De sajnos róka fél a tűztől, fél a bukkanástól. Cézár nem, te róka fél. Máskor adnak szülesek tüzet. Köszönöm szépen a kérdés. És kedves Zoli bácsi, újságot szokott-e olvasni? Nem, hogy az interneten híreket, van-e kedvenc nem. Témája, amit olvas az interneten? Például sport, kultúra vagy politika, horoszkópot szokott-e olvasni? Hiszen ilyesmiben szokott-e filmet nézni az interneten, vagy tévézni, van-e kedvenc sorozata, mit gondol a pszichológiáról, lélektanról, vagy a depresszió kezeléséről, vagy mi a véleménye ezekről? Hát
Köszönöm a válaszát. De persze jól elkezel? Hát nem tudom. Elég nehéz. Nehéz tűnhet depresszió kezelni. Szerintem elég valahogy ilyen világban élünk, depressziósak vagyunk. Hát igen, van kedves téma, általában internetben a kedves témám a tudomány, a technika, fejlődés. Hát a politikán én már nem nagyon szeretem, nem is akarok semmit mondani jóval, már nem akarok még újra vitat fogadni, rosszul nem akarok politikával mondani, mert nem mondok olyan semmi. Hát a sport, ez már én abból kiöregettem, tehát az is, szerintem a sport is úgy jó, ha ember csinálja, nem nézi. Hát nem tudom, én milyen nem tudtam válaszolni, de mindenki köszönöm szépen a kérdését. Amíg szeretném megkérdezni, hogy melyik az a kérdés, amire nagyon szívesen válaszolna, de még senki nem kérdezte meg, ha kapok választ, esküszöm, megkérdezem. Hát a videózásról, ez a kedves téma, a videókészítés, hát nem tudom, ő nem mond az valami, az a szó, de köszönöm szépen. Ha nem kérdés, de minden, akkor is köszönöm. 104 italos Real Madridos kedves Zoltán úr, az lenne a kérdésem, hogy egy barátom Józsi nem mer oda menni egy lányhoz, aki tetszik neki, mit tegyen? Ajjaj, én sem tudok válaszolni. Hasonló gomba szemetek én is. Mit tegyen? Szerintem ember nekem magát legyőzni. De itt is az a nem nagyobb gond azzal, hogy a félünk attól, hogy visszautasítanak, vagy nem tudom. Nem tudom, de adott helyzetben kell megoldani. Sőt, csak az, hogy emberből le kell győzni magából a félelmet. Más nem tudom. Hát, és nem félni attól, hogy visszautasítanak. Tudom, hogy kell, mert amikor visszautasítsák ember, összetörik a szívét. Tehát sajnos ez benne a pakliba. Köszönöm szépen a kérdés. Ilyen szürki a jobb szakács, ön vagy ST69 Lacika? Bonyolul el Lacika, én nem dicsérem magam. Mert azt mondom, ember nem jó, mikor magát dicsér. De köszönöm szépen a választ. Vagy kérdés, elnézést. János Olajkövi mit tenn, ha valami ok miatt letiltana önt a YouTube? Hát akkor menjünk valahol máshol próbálkozni. Van más videó megosztó. Csak azok azonban nem olyan híjesek, mint a YouTube. Mert azokban előtt kéne fizetni. Nem tudom, nagyon kellemetlen lenne. Tehát köszönöm szépen a kérdés. Péter Csáki hanyas a szemüvege Zolibának. Hát egyik szemben más feles, másik kettő. Kettő egész. Tehát köszönöm szépen. Nem, egy egész 5-10-es, másik 2 egész. Tehát az hiszem plusz. Köszönöm szépen a kérdés. Made in Hungary ön szerint földön kívüli civilizáció meglátogatta már az emberiséget, hallott már a perui Nazca vonalakról. Köszönöm szépen a türelmét. Tisztelettel egy idegen. Akkor ön idegen még lenne? UFO lenne? Na minden, jó, félreteszem vissza. Szerintem biztos, hogy látogatták már idegenek a Földön. Na jó, sokan azt hiszik, hogy csak itt van élet. De mennyi csillag van? Hány bolygó? Hanem a csillagban hány bolygó van? Hány csillag? Jó, lehet sok csillag már fel is lombat, ennek mi lássuk a fényét. De akkor is nem tud elhinni, máshol nincs élet. És szerintem itt is voltak. De nem tudom, milyen akarnak velük felmenni a kapcsolatot, azt nem tudom. Tehát köszönöm szépen a kérdés. Ez meg kell élni? Nem nőttük fel ehhez, hogy ők technika szintükön legyen? Vagy nem tudom. Akkor menjek akkor 34. kérdésre. Dávid Zsolt Fedor, ha bármilyen mesterséget választhatnál, mi lenne az? Hát lehet kamionos lenni, vagy űrhajós? Nem tudom. Passz, de biztos. Vagy operatőr. Köszönöm szépen a kérdés. Krii Zoli bácsi látogatott-e már el Erdélybe? Ha igen, melyik településeken járt? Isten, szeretnél eljutni Erdélybe, de sajnos nem volt. Nagyon szeretnél eljutni. Köszönöm szépen a kérdés.
elkészíteni, bemutatni. Ez lehetne akar egy új sorozat a csatornán. Koktélokat készíten el. Mi a kedvenc itala? Üdvözlettel. Road Movie. Még nem tudom, koktélokat fog elkészíteni. Egy drága a koktélok. Én sok ember nem tudnám megfizetni. Nem biztos, hogy szorúzat lenne. Mert tényleg ott vannak drága italoknak kezdődik. Hát, hogy mondtam, a sőt szelte legjobban. Még nem tudom. Te köszönöm szépen a kérdés. Orsolya Balogön szerint melyik volt az az étele, amelyik a legjobban sikerült, és melyik volt az, amelyik a legrosszabbul? Köszönöm, ha válaszol rá. Szép napot! De ne is kérdés. A legjobban sikerült szerint a sarta töltött párizsi. Mit rottott rá? Most héten nem jut eszembe. Hát nem mindig sikerült követni a használati útmutató, ahol le van írva. Néha baki hibák mindenhol vannak. Most nem jut eszembe, mert is igaz legrosszabbul, de egyszer biztos el fogom mondani. Köszönöm szépen a kérdését. Még nem. Törökországban sem voltam. Nem kívánkozom oda. Már én azt hiszem, hogy egész világ, ahol van az a most járván, az a vírus van, hát csinálj nekünk börtön, nem kell börtönbe menni, ha így is börtönbe kerülünk. Köszönöm szépen a kérdés. Tamás Földi, kedves Zoli bácsi, a kabarén kívül milyen műfajban forgatna még? Akció, krimi esetleg, ha már pisztolya is van. Hát lehet, hogy akció, kimi, kabarék fog fogadni, valami kéne, tényleg kéne. Helyában vettem egy gumirövetős pisztolyt, riasztó pisztolyt, tehát én vettem még egy, ezzel kívül még egy öntöltős fegyvert is, ami csak, az nem alkalmas gumikülőre, csak riasztásra alkalmas, vagy esetleg alkalmas a milyen paprikaspél pasztolra. De minden most el is fogok videó készíteni, biztos lesz akkor a videó, szeretné csinálni kimítve akciós videókat. Köszönöm szépen a kérdést! Györfi Tibor, Juventus, kedves Zoli bácsi, milyen emlékei vannak Debrecennel kapcsolatban? Jártam már a debreceni nagypiacon, Györfi Tibor, Tóth Krisztián és kispapa. Sajnálom, a piacon nem voltam. Nagyon remélem, hogy egyszer eljutunk oda. A karaténnak is, rávának is vége lesz. Egyszer csak el tud oda jutni. Nagyon el szeretne jutni a piacon. Hát Debrecen, hogy milyen emlékem vannak? Hát gyerekkoromban, iskolában voltunk kirándulni, azt hiszem állatkertben, a Vidábában, meg egy csornakásznő, és vízipici tisztek Debrecenben. Szerintem jó volt gyerekkoromban, nagyon jó volt. Nagyon remélem még egyszer eljutó. A úton egy sok rangó volt Debrecenben. Köszönöm szépen a kérdést! Gergely Auerbach, Zoli bácsi, tök őszintén a Dancsó Peti segített önnek. Gondolok én itt privátba, hogy elmagyarázta mi, hogy megy a YouTube-on tisztelettel a G7. Hát Dancsó, annyiba szegény segített, nekem kerített néhány pár nézességet. Vagy igen, nézessége segített. De úgy máskülben pivában nem ismerünk ennek. Szeretném vele felvegyek a kapcsolatot, de nem tud vele találkozni. Nem tudom mi van itt, de újabban nem nagyon segít van, nem tudom. A köszönöm szépen, kérdés. Kis László, az lenne a kérdésem, hogy lehet-e egy kérdésem önhöz? Az jó kérdés, nagyon jó, tényleg jó kérdés. Az igen, természetes lehet. Tehát köszönöm szépen a kérdés. Igen, a kérdés szerintem a kérdésben a válasz is megvan. Na, akkor 43. kérdés. Mikazsom, jó napot Zoli bá, tud róla, hogy idén kik kapták meg a Kossuth díjat, mit gondol róla? Ön szerint megérdemelték a díjazottak, hogy megkapják, nagyon érdekelne a válasza. Nem tudom. Kik kapták meg a Kossuth, nem tudom, megérdemelték. Én már őszintén megmondom, nem szeretem el híreket nézni. Nem nagyon szeretem el nézni híreket.
Tudom, hogy olyan híreket valaki a gyilkosságon megúsz, kap néha pár évet, emberőség, vagy mi hallom azt, hogy most az a, Covid-19, ahol a te a tévéműsor, ha már nem tudom, nem, a vízcsapus az folyik, ember már nem hova menni, azt se tudja. De most annyi mondasz, hogy Covid-19-es téma, hogy én már be se kapcsol a tévét. Ha feljön a Facebookból, én valaki a üzenetet küld, Covid üzenetet küld, le is tétom. Nem tudom róla. Nem már bekapcsolom a tévét. És így kell keresek egy videót, interneten és azt nézem. Köszönöm szépen a kérdés. Ha jó, szerettem volna megmondani, hogy tényleg megérdemelti, aki Kossuth ilyen megkaptam, ha nem megyek híreket nézni, híreket olvasni. Alexander Piros, kedves Zoltán, meddig tartott eddig a leghosszabb kapcsolata, mikor volt utoljára kapcsolatban, mióta van egyedül, keres jelenleg párt? Hát igen. Hát nem hosszú, 2-3 hét, rövid kapcsolatok voltak, alkalmi kapcsolatok voltak inkább. Hát most is keresek a part, csak valahol nem nagyon sikerül. Én nem tudom, valahol emberek nem nagyon szeretik egymást. Mindenki maga akar minden megoldani. És annak soha nincs jó vége, hogy egyedül nevelni a gyereket, vagy egyedül, én nem tudom, még van az, hogy tényleg minden maga akar ember megoldani. Igen, keresek ellenem kis párt. Köszönöm a kérdést. És a kérdésekre fog válaszolni. Hú, mit kérdezzem? Akkor önnek mi a kedves étel? Ha már én is teszek fel a kérdés. Köszönöm, kedves Csúly. Kérdést? Vagyis igen, köszönöm. Tótvány kérdezi, volt-e már külföldön, és ha igen, hová szeretné eljutni? Nem voltam külföldön. Olaszország Velencébe szeretnék eljutni. Te úr látom, egy dálga hely. Ott a szállás is 100 000 körül van. Hát kötve is össze oda eljutok. Köszönöm a kérdést. Redem kérdezi, kedves Zoli bá, láthatunk valaha közös főzős videót Varga Irén művésznővel. Hatalmas YouTube történelmi pillanat lenne. Kacsintó fej. Nem tudom, mit hoz az élet. Nem tudom. Lehet, hogy lesz, nem tudom. Csak ennek a vírusnak legyen vége, ha valaki tényleg tudja közös videókat készíteni. Köszönöm szépen a kérdést. Réka Krajnyi kérdezi, tisztelt Zoli bácsi, várható a csatornán kreatív ötletes videó, rajzolni, festeni vagy bármit, ami önt érdekli. Másik kérdésem lenne, hogy fog tartani élő bejelentkezést. Válaszát előre is köszönöm. Hát ilyen bejelentkezés, ez nem hiszem, mert így is olyan lápalázas vagyok. Már csoda, hogy megtanultam a kamár odaállni. Nem izgulok annyi. Hát nem tudom, de ilyen bejelentkezés, nem hiszem fogok tartani. A kreatív dolgok vagy rász, az még nem tudom. Ami a jövő zenéje, hogy milyen kreatív megoldások lesznek. Köszönöm szépen, így is. Mikor várható ez a videó? Nagy érdeklődéssel várom. Mikor várható a videó? Hú, hogy hamar szeretni ezt a videót. Tehát igen, kezdhet tudni, mit érdeklődik. Igen, mappa után érdeklődik. Minden, nem sokan lesz, nem sokan felem a kérdése. Köszönöm szépen. Nem tudom, mégis egy 21. században vagyunk. Már azt már nem is lesz szükség katonára. Ha már drónok vannak, robot nélkül repülőgépek vannak, akkor ítélkes bombák vannak, fegyverek vannak, hát már nem tudom, hogy lesz is katonákra szükség. Hát jó, azt mondta, a katonáság meg fogja nevelni a fiatalokat. Hát ha a szülő nem neveli meg a gyerekét, akkor szerintem már nem is a katonáság megneveli. Hát nem tudom. Kell a katonaság, nem kell. Tehát legalább néhány pár ember akkor is tesz munkára. Legalább hivatalos katona állomában lesz néhány pár ember munkára. Legalább annyira jó. Köszönöm szépen a kérdést. Poli kérdezi, minden tiszteletem
Zoli bácsi, az lenne a kérdésem, hogy önnek ki volt a gyermekkori példaképe? Hát legjobb a Szerte színésből ki, Lodzsámó. Nem tudom még, de Lodzsámó, Tanka is van, meg kicsoda Tomit Curtis, amíg ki. Én nem is tudom. Most nem jut a szembe ide. Biciklipump a 123 kérdezi, első karbantartási rajzokat nézette már, gondolkozott-e rajta, hogy csinálni kéne a csatornájához, hasznos tud lenni, második érte Zoli bácsi a pörgéshez, 3. Számíthatunk-e amatőr DJ-k magazinja részre, 4. melyik a nehezebb, 1 kg kankomorzsa vagy 1 kg zsemlemörzse? Hát szerintem egy a súlyuk, nem? Egy kiló, 1000 gram, vagyis 100 deka, szerintem egy fölkülön kéne lenni a súlyuk. Hát lehet, hogy tábla az valami gondolkodó, az lehet, hogy kéne bálkácsol a videóba. De a Deju magazin, biztos nem fogod, hogy a Deju. A zenékre nem nagyon étek. Mi a magyar zenéke való, de a zené tehetsége nem nagyon DJ-csiáját magazin. Köszönöm szépen a kérdésre. Hát amiért nem tudtam válaszolni, elnézést. Tamás Doksai kérdezi Zoli bá, ha tehetné, hova utazna, mit szeretne megnézni? Ennek először Velencé, Olaszország. Utána a Hongkong, mi nem is tudom mi. Lenne sok helyről elmenni. Te köszönöm szépen a kérdést. Kérdezi Sunyi Balambér kérdése, Zoli bácsi, nem tervez csinálni esetleg egy akciófilmet a riasztó pisztolyával? De onnan nagyon szeretni, sem tudom, milyen engedélyek kérjek hozzám még, és kivel, nagyon szeretni. Főleg itt megvettem az első dobtálás, Zoraszki, nem tudom, mi jól lett lemásolva, de vettem még egy riasztó pisztó, a tiszta riasztó pisztó, abban nem lehet gumit kilülni, de el is fogok készíteni. Már két kellék van, nagyon szeretnék készíteni akciófilmet. Köszönöm szépen a kérdését. Sándor Mátyás kérdezi, no akkor a kérdésem az lenne, hogy Zoli bácsi gyerekként, ha felnő, mit akart dolgozni, mi akart lenni? Kamiós, azt szeretem volna nagyon lenni. Kamiósra esettem, autószerelő, akkor ezek szerettem volna lenni. Köszönöm szépen a kérdés. Székely Zsolt kérdezi, kedves Zoli bácsi, ha szabad ilyet kérdezni, itt a YouTube-on ki a kedvenc videósa? Ennyit nagyon szeretettem a kutyákat, de mivel desperátó, számon bejátszott, utána nem tudom, minden megváltozott, mikor elkezdték, utána már Dancsó lett a kedvencem, igaz, nem nagyon szeretem, Dancsó túlzászban viszi a kitikát, de minden akkor is, legalább Dancsót kedveltem, magam kitikákat nem mindig, azok a videókat szerettem, aki sokan segítenek nekem. Köszönöm szépen a kérdését. 2 nappal ezelőtt kérdezi, járt már külföldön, ha igen, hol, mikor? Nem, sajnos még külföldön nem voltam. Köszönöm szépen a kérdés. Ha már elmondtam, igen. Áron Ivanov kérdezi, ha szabad kérdezni, maga mit szokott csinálni a szabad idejében? Hát házkörül dolgozok, házi munkákon, házkörül javítani, vagy tévézni. Nézem a Natural Geographic-tól, Discovery, DigiWorld-t, mert nem tudom én, mit nézek még. Azt hiszem, History-t, mert nem is tudom, mit nézek még. Nézem tudományos filmeket, tudományos dokumentum, csillagászati, technikai felvetéseket nézem, ezeket a témákat és szeretem őket. Köszönöm a kérdés. Zoli bácsi, meg szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet a magyar származású angol barátnővel, köszönöm előre is a választ. Hát ez olyan nagyon magánügy lenne, hát néhány szoktam el levelezni.
Na igen, mélyen beszélgetünk. Köszönöm szépen a kérdés. Az Alien kérdezi Zoli bácsi, kapott már oltást koronavírus ellen, mit gondol erről az egészről? Én nem tudom, tényleg nem tudom mondani. Igen, mondanak azt, hogy jó volt, mindenki beoltaná magát, az is mondta, hogy oltóanyag a káros hatásával, én nem tudom, tényleg nem tudom, milyen jó. Hát, uratom, én nem étek az egészségügyi ételhozzá, de véleményem, azt mondom, hogy tényleg jó lenne, vége lenne. Hát nem tudom, lehet jobb volna, mindenki be volna oltva, és egyszer mint akar túl lenyúlva. Nem tudom, ezt tényleg én nem tudom, nem étek hozzá. Tehát tényleg, hogy hát szeretné étek hozzá, de nem tudom, tényleg nem tudom. Köszönöm szépen a kérdés. Nem tudom, szerintem meg lehet, mert lehet a vírus milyen nem okos dolog lenne, nem tudom. De meg lehet szerintem. Köszönöm szépen a kérdés. Whiteman X kérdezi, jártál már külföldön, ha nem, akkor hová utaznál? Nem jártam külföldön, Velencébe utaznál, meg előző utána, még nem tudom mi. Köszönöm szépen a kérdés. Most edzés félbe hagytam, már meg voltam fázva. Én most nagyon nem szeretem megkockáztatni a tüdőgyulladást. Hát most nem szeretem legyegni a szervezete, hogy nem akarok megadni a Covid-nak a esélyt, hogy megöljön. Most előadjuk, tényleg nem érzem, hogy tüdőgyulladást. Kicsit félbe hagytam a edzés, mert meg vagyok fázva. Köszönöm szépen a kérdés. Én is Bálna Benedekkel boldog születésnapot kívánok. Köszönöm szépen. Jó kívánságokat. Demeter Sándor kérdezi, tiszteletem, a pisztolyt mikor láthatjuk legközelebb? Még hamarabb. Csak akkor fogok tudni a kabait, és most itt az a húsvét, elfoglaltam. Tehát fogok még egy pisztolyt is mutatni. Köszönöm szépen a kérdés. Itt vagyok a húsvétban, hát húsvét után biztos, gondolom, remélem lesz húsvét után. Köszönöm szépen, kérdés! Ellen Ripley kérdezi, a híres mesztelen nő mapában én is benne vagyok. Elnézést, kicsit átöltöttem a kérdés, a négy betűszót átszerkesztettem. Hát keresek kutató ön után, csak az nagyon kevés kép van. Jótól, hogy valami filmben látszott már, valami híjesség ön is. Igen, nem is, melyik filmből? Igen, szerintem biztos benne van a mappában ön is. De az a van benne, csak az a baj, hogy jobb minőségű képek kellene róla. Ha nincs, akkor meg fogok keresni interneten. Remélem fenn van. Köszönöm szépen a kérdését. Remélem nem gondol, hogy gyűjtöm ilyenkel magam részére gyűjtöm. Más részre nem gyűjtök. Köszönöm szépen a kérdést. Zoli bácsi, az lenne a kérdésem, mit gondol a hajléktalanokról és a csövesekről, akik kéregetnek és pakolnak? Ó, Isten, hát mit gondol? Hát nem valami jobb vélemények vagyok róluk. Már lehet, aki, már ezt megint, aki nem önhibán kívül lett hárítan, vagy csöves, az sárnájtól. Te sokan étére életüket, hát, és egy szomó ide jutottak. Nem tudom. Szeretné ezeket segíteni, de az is az én úton ezeket biztos, hogy futtassák, ugyanúgy, mint a prostituáltak, ezzel túl szerintem elveszik a pénzüket. Hát lehet, hogy többet keresne, mint bárki, mert uralottam, hogy állítólag 15 ezeret is napot össze tudnak kultúrni. Hát én még nagyon nem tudom megkeresni napot a 15 ezeret. Hiába vagyok ilyen jó videós, mert hiába megy el a külművesse is,
Hát ott is nagyon nehéz, hogy 10 000 meg van különbe esni, annak is ő. De 15 000, így nem tudnak, 15-20 000 nem tudnak összekódulni. Tehát mit is érnek, elveszik tőlük. Már máskor a sérletet szeretnek segíteni nekünk, de adok egy kis pizs, akkor biztos, hogy italt vesznek, és nem élelmiszert. Valami, igen, sajnos ezt mondom. Nem tudom, sajnos szomorúra tartom, nem volna szabad ilyesminek lenni, helyén szomorúva. Na mindjárt, remélem jól meg tudtam válaszolni. Köszönöm szépen a kérdést. 0110 kérdezi, van kedvenc filmje vagy sorozata, mit szeret nézni, TV, vagy esetleg streaming szolgáltatásokra fizet elő? Hát a kedves filmem őszintén, ami volt nekem, a Csillagok háborúja. Első három rész. A középső három is jó volt, ami vége felé emeltel kicsi jobb volt, de mondom, első Dark World Wars-ban első három rész tetszett nekem, nagyon jó, nagyon tetszett. Az volt a kedves filmem. A sorozatok, mondtam, tudományos, fantasztikus, csillagászati, technikai, építési, vagy ilyenkel, ami építőjárkú, technológia, mérnöki munka, valami ilyesmi dokumentumfilmekkel szeretek nézni. Ezeket szeretem. Köszönöm szépen a kérdést. Minden nem tudtam azt, elnézést. Sokan vannak. László Lőrinc kérdezi, mikor lesz legújabb kannásbor paródia? Az remélem, még hamarabb, mert csekkerítettem egy kelléket, bővítettem, mert ez egy rátépisztó, az egy nagyon látszott rá a rátépisztó, mert csőben nagyon színű volt. Gondolom azért, hogy látság rajta, hogy rátépisztóról van szó. És a videóban nagyon feltűnt. Kerítettem a kelléket, még egy pisztolyt vettem, már el is készítek egy, azt hiszem, hogy öntöltős, félautomata, már el is fogok csinálni bemutató videót. Tehát remélem, milyen hamar, azt hiszem, hogy húsvét után, mert húsvét előtt már nem akarok. Köszönöm szépen a kérdést. Tisztelt Zoli bácsi, azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy ezeknek a születésnapi köszöntéseknek mikor lesz vége? Nem érzem azt, hogy ez a tevékenység hozzájárulna a csatorna fejlődéséhez, valamint el is rontja a videó élményét. Sokszor azt érzem, hogy már olyanok írnak köszöntési kérelmet, akik nem is igazán videóinfo-1 rajongók, és olyanoknak kell ezt hallgatni, akik pedig igazi rajongók. További jó munkát! Finom ételeket kívánok, Zoli bácsi! Az a helyzet, akinek neki jó köszönöm fel, azok támogassák a videóimat. Ha nem van rá, akkor nem tudom, mit támogatnának. Ha lehet, hogy ezeken nem nagyon kéne, de mégis aki néhány szívességet megteszek annak, aki kicsit néhány pár valamilyen támogassa a videóban. Ennek azok részére kicsit megteszem, hogy beolvasol a szöveget. Mindent köszönöm a szöveg kérdését. Wildmanix kérdezi, vannak még birkák és malacok, ha nincsenek, akkor miért? Sajnos birka, a malacok már nincsenek. Nagyon sok volt a tartása, és még tényleg sok munka van velük, mert el se lehet adni a felesleget. Már ezzel a régi rendszerben, ha több volt a disznó, több volt a birka, át tudtuk adni. Most nem lehet eladni se. Nem olyan egyszerű. Kár, hogy nincsen vágóhíja, nem úgy volna, mint a régi rendszerben. Ember levágva magának a disznót, volt disznótól, és ami maradt több lett a disznó, el lehetett adni. És lehetett akalmat venni. Most ez nem lehet elni is. Az, hogy ember sem maga részére tartsó, hát az, hogy még több még malacokat is fiatalsó, hát nagyon dárgan takalma, hát nagyon nem éljünk meg. Mert csak öleszük az ember. Sajnálom az állatokat, azért nem akarok itt állatot tartani. Sajnálom, amikor le kell vágni. Ha volt olyan disznó, hogy annyira szívemben nőtt, mert annyit tudtam levágni, tiszta szíven esetleg le kellett vágni, vagy eladni.
Egy állat nagyon oda tud nőni MSZV-hez. Azért nem nagyon akar vele foglalkozni. Köszönöm szépen a kérdés. Öreg fa szerzetesi rend kérdezi, kedves Zoltán, hiszem Istenben. Hát én őszintén megmondom, félig hiszek, félig nem. Igen, sok hívőben csalódtam, sok válaszos ember, de én azért nem akarom mindenki egy kalap alatt venni. Tudom, mindenhol vannak jó emberek, és mindenhol vannak rossz emberek. Mindenhol milyen faj, bárkívül, mindenhol német, vagy bárki, nemzetség, tehát teljesen minden az a hívő ember, vagy nem hívő, de mégis szerintem megvan az, hogy itt is van jó ember, ott is van jó. És nagyon nagy baj, hogy ember mindenki egy kalap alatt vesznek, egy lappal vesznek. Én nem szeretném azt, hogy hát előbb mondom én, félig hiszek, és félig nem. De közben nem vagyok válaszos ember, de azért tisztelben tartom a válaszos embereket. Köszönöm szépen a kérdés. Shadowzmo kérdezi, tisztelt Zoli bácsi, melyik a kedvenc étele, ha szabad kérdeznem? A legjobban szeretem a sertés, sült, sonkát, combot becseimben megsütni. Azt nagyon szeretem. Köszönöm szépen a kérdés. Nagyon jó a műsor. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a kedvenc étele? Hú, ezt én mondtam el. Igen. Füstő, sonka, pecsenyben megsütve, sertéssonka. Te köszönöm, kérdés. Jamieska 89 kérdezi, kedves Zoli bácsi, elmesélné egy napját, mivel tölti, mivel foglalkozna, ha nem videózna többé, további sok sikert kívánok, üdvözlettel Juhász Mihály. Hát ha nem videóznánk, biztos alkalmazott lenni, dolgoznánk valahogy, egy biztos. Biztos, hogy itthon nem lennék, hát igen, most az a baj, hogy anyám is beteg, idősebb, azt is néha gondoznom kell, ott kell vele lenni. Egyedül nem lehet hagyni most. Hát nem videóznám, biztos, hogy nem tudom, hogy tudnám gondolni, hogy tudnám otthon lenni vele. Na, mindjárt köszönöm a kérdés. Dávid Bartók kérdezi, Zoli bácsi, első esetleg a jövőben lehetne a videó alatt felirat, második milyen nyelveken beszél, harmadik lesz láncfűrésszel kapcsolatos videó, 4. Ha visszamehetne az időben, mit változtatna meg, ötödik miért ilyen dagadt Cézár, hatodik mondana pár szót angolul, hetedik iszik még, nyolcadik, ha az előző kérdésre, igen, volt a válasz, milyen rendszerességgel, kilencedik, ha a hét. Kérdésre, nem volt a válasz, miért, tizedik, milyen végzettsége van. Köszönjük. Igen, én nem tudom. Hát, én nem tudom. Igen, nem válaszol. Már azért az, hogy iszok is, vagy nem iszok, nem tartozik senkire. Az, hogy Cézár dagat, ahol ember nem éti meg, ha a cukros beteg nem éti meg, a cukor nem nyugat hozzá, nem ehet, nem tartsa be a diétát, és akkor azt mondja, hogy éti meg egy állat, a szerzsétel állat, azt hogy tudja megéteni? Még dagad széte. Mert máskülönös, egy öreg kutya, nem a fiatal kutya. Ha ilyen idős korban még ember is meghízik. Én se hittem, hogy meg fogok hízni. Igaz, leszoktam a dohányzat, hízztam ma, többet ettem. Ebben a korban nem hittem volna én is. Egy idősebb, ugye állat is meghízi idősebb korban. Ahol ember. Hát nem tudom, remélem, kielégítő volt a válasz, de bár néhány kérdésében volt egy kis sétő is. Én ezeket nem válaszolom meg. Minden köszönöm szépen a kérdését. Kemény Bence kérdezi, kedves Zoli bácsi, szokott még pattanni a kőbambi? Hát igen, én meg iszok kőbambi, mert hát most is meg iszok mindjárt. De köszönöm szépen. Ágnesen 3 kérdezi, volt felesége valamikor, köszönöm a választ. Nem, mindig független volt, felesége nem volt, nem lett össze, független voltam. Csak alkalmi kaland, tehát köszönöm szépen. Kérdés? Butterfly Effect kérdezi, szia Zoli bácsi, mikor eszünk már együtt, mosolygós fejű üdvözlettel, Butterfly Effect. Hú, jaj, 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 jaj. A
Covid a vége lesz, én nem úgy néz a vége akar lenni. Ezt nem tudom. Nem is, mert én nem vagyok, de politikus tudja, azok ételek hozzá, mikor lesz, mikor tudunk egyáltalán enni, mikor lesz vége a járvány, mert mi hamar szeretni. De köszönöm a kérdést. YouTube előtt nem videóztam. Nem. Mivel nem volt digitális technika, nem videóztam, akkor jó 90-as években, 80-as évek végén egy videokamerák borsosában voltak. Egy átlag ember nem tudta megvenni a videokamerát. Azt hiszem, hogy még lehet a 10 forint fizetés. Keresett ember egy 5000 forintot, akkor egy legrosszabb kamera is volt, 50 000. Hát ez mondom. Simán ember nem tudta volna megvenni a kamerákat, ami normális jó minőséget tud készíteni. Már az a digitális technika nagyon jó. Most is itt a fényképezőkében megmutassa, nem mindegy. Ez a köszönöm a kérdést. Tamás Kovács kérdezi, kedves Zoltán, az lenne a kérdésem, ha már nem lesz járvány, tervezel-e Budapesten rajongói találkozót, valamelyik védőoltást szándékodban áll elfogadni? Köszönöm szépen! További sok sikert és jó egészséget kívánok! Köszönöm szépen, Tamás! Hát nagyon szeretném lenni Budapesten csoportálkozó. Nagyon szeretném. Nagyon-nagyon. Igen, szeretném lenni. Na jó. Ja, a védőoltás? Hát nem tudom. Német, amerikai mondják jónak. Én szerintem, én azt hiszem, a kínai területen nagyon tapasztalatuk van. De lehet, hogy csak, én csak következtetni tudok. Hát nem tudom melyiket. Én nem hiszem, hogy lesz rá lehetőség válogatni. Hát nem szeretnék beadatni magamat, de nem adhatok be, akkor biztos, hogy nem lesz csoportálkozó. Nem mehetek el. Vagy ide nem lehetek, azt nem csináltok. Ha minden, ami jó lesz, bármelyik minden, valamely, ami elfogadom mindet. Ha nem tudom meg, hogy milyen baj jár, addig bízom benne. Szerintem mind jó. Köszönöm szépen a kérdést. Barbara Kovács kérdezi, kedves Zoli bácsi, szeretném megkérdezni, hogy szokott-e olvasni, ha igen, melyik a kedvenc könyve, tudna esetleg receptes oldalakat ajánlani, ami önnek is bevált. Jó egészséget kívánok ebben a helyzetben is. Hát, interneten van sok jó recepte, tényleg interneten is lehet találni, vannak jó recepte. Hát még könyvben nem jutok oda, hogy könyvet olvastam, mert kaptam ajándéba sok szakáskönyvet, csak mindig nem jutok oda, hogy elolvassuk egy szakáskönyvet. Valami mindig közben jön. De szerintem Google-ra beütöm valamit, vagy itt egy utó is sok jó recepteket lehet találni, nem csak én, más videóstól is. Hát nem most el magam ellen beszéljek, de szerintem lehet jó recepteket találni. Tehát érdemes régi szakáskönyvből is kinézi egyet. Köszönöm szépen a kérdést! Buksasztár kérdezi, jó napot Zoli bá, melyik az ön kedvenc nótája, elénekelni a videóban? Elénekelni, szívesen elénekelni, csak már megint, hogy szerzőtől engedély kell. Mert jogdíjas biztos. Azt hiszem, Gyöngyhajórán, Pettorral, akkor van csomó nót, amit szeretek. Szeretem elénekelni, de én nekem nem nagyon megy a éneklés, nincsen zenehálásom. De ezért köszönöm szépen, mert lehet fogok valami kitalálni. De ezért köszönöm szépen a kérdését. Bohurámia kérdezi, kedves Zoltán, szokott könyvet, folyóiratot olvasni, melyik a kedvenc könyve, milyen lapot járat? Hát ez a jártató újságot, de most nem. Hát a műszaki könyvekkel szeretem, ami technikai könyvekkel, ami segít a videózásba, hát más egyébként nem olvasok. Hát nincs rá időm, vagyis nem tudom, fájt a szemem is. Oda kell, amikor olvasni tudna, akkor már este van, fáradt vagyok. Hát lehet valami más kéne kitalálni, nem tudom. Lehet, hogy kéne olvasni, biztos.
De olyan dolgokat olvasom, ami érdekel. Hát minden. Köszönöm szépen a kérdést. Akkor osz valahat. Gábor Szepesi kérdezi, milyen szagú a ribizé ízű diólikőr? Nem tudom. De elég ittem már likőrt, nem tudom. Köszönöm a kérdést. Konka Arion kérdezi, játszik, vagy játszott már valamilyen hangszeren? Szeretem játszani, szeretem volt, de nincs semmi zenei érzéken. Próbálkoztam a kitár egyszer-kétszer, de nem jött be. Nem. Sajnos nem nagyon megy nekem a zene. Köszönöm szépen a kérdés. Pikesz89 kérdezi, kedves Zoli bácsi, köszönjük a videóit, nekünk mindig tud segíteni velük, pár kérdést szeretnénk feltenni. Anyukája milyen véleménnyel van az elkészített ételeiről? Szokott tőle tanácsokat kérni egy videó elkészítése előtt, csak a videók kedvéért szokott főzni, vagy az átlag hétköznapokon is. Köszönjük szépen előre is a válaszát. Sok erőt és egészséget kívánunk a tartalmak gyártásához. Üdvözlettel, Lindusz és István. Nagyon szépen köszönöm szépen, nagyon kedvesen. Hát igen, ajánlom, néha valamit nem tudok. Kiszoktam kérdezni véleményét, meg szoktam kérdezni. Már lusta vagyok utáni interneten, lusta vagyok kezembe venni a szakáskönyvet, sajnos van ilyen gond, hogy lusta is vagyok. Igen, és kikér anyámtól véleményét, és hát ő már az a mai fűszerszer szeretek valamit, csípős erősödő, mert nem szereti. Valamikor túl korát főzni, mert jó neki. Köszönöm szépen a kérdést. Ismeri, bútorokat is tud készíteni Zolibá. Bácsa tudné készíteni. Neki akkor biztos van rakberezdező lennék. De jó volna. Ezt hát tudnám, de sajnos az is egy komoly gyalogékkel, komoly fűrészképek kellene, mert ezek az egyszerű vargas képek nem olyan alkalmazott bútor készítésére. Sajnos nem nagyon vagyok asztalos, tehát bárkám szeretett volna asztalos lenni. Köszönöm szépen a kérdés. Ádám Nagy kérdezi, Zoli, magának milyen fegyverei vannak? Hát valamikor volt légpuskám, által légpuskák voltak. Hát igen, akkor megvettem ezt a gumilövetékes dobtálas pisztó, török gyártmányú. Akkor most utóbb vettem, most múlt héten egy öntöltős Eko, igen, a félautomata, egy videóban be fogok mutatni. Köszönöm szépen a kérdés. Prozsi Milán Officiál kérdezi, kedves Zoli bácsi, ön milyen zenéket szeret hallgatni? 70-es, már 80-as évek. Omegától, Republik, Neotofamiától, ezek a zenéket szeretem. Gyöngyhajulá, akkor vár, így nem ütözik. Kell, hogy vár, az a kedvenc számom, egyik kedvenc számom. Akkor köszönöm szépen a kérdését. Byron R. kérdezi, Zoliba, arulja el végre, mi történt 2007-2008 körül, mert azóta változott meg az arca. Agyverzes, látszik nagyon magan, de csak most kérdezek rá, amúgy megkövetem, martok, mint egy év. Nem igazán köszöntem. Nem igazán értem, valami agyvérzésem lett volna. Hát, nem tudom. Lehet, hogy hitel meghíztam, nem tudom. Ember hitel, idősebb korban is változik ember. Köszönöm szépen a kérdés. Kukás Ádám kérdezi, jó estét Zoli bácsi, rendeltem 5 tévét véletlenül, ön szerint lehet-e számokat nagybetűvel írni? Ha van 5 tévét meg tudom rendelni, nem semmi. Egy tévét is elég megrendelni, az még kifizetni. Hát akkor tényleg számokat nagy betűvel kell meg tudom önnek írni. De köszönöm a kérdés. Zsomies kérdezi, meg
Zoli bácsiék terveznek újra állattartással foglalkozni esetleg, szívesen megnéznénk arról is pár videót. Na, sajnos állattartást nem is tervezek, eddig sajnos állatokat, ami kicsit megölelkedtük, ezt már fiataloknak kéne elkezdeni. Meg olyan feltételek vannak, hogy ezeket nem lehet teljesíteni, ezek a feltételek, amely a követelmény van állattartáshoz. Mert nehéz eladni, nagyon nehéz. Sokban is van, ha nem, biztos nem tartunk állatot, nem tervezünk. Köszönöm szépen a kérdést. Szia Zoli bácsi, nagyon szereti a család, mindig nézzük, sokszor többször is visszanézzük. Kérdésem, miért nincs párja? Lehetne egy háznéző videó? Én is bár a párom, mert én is azt mondom, hogy jó kérdés. Hát ilyen jó kérdés. Az, hogy 90-es években, 80-es években, 90-es években munka, nem találtam sehol munkát, nem volt semmilyen pénze. Lehet jobb lett volna, hogy nem kellett volna minden munkahelyeket felszámolni rendszerváltáskor, akkor más lett volna. De ugye valahogy rosszul nem így kellett volna csinálni, másképp kellett volna, akkor gondolkodva. Tényleg vissza kell menni, időben minden másképp csinálni, tehát sajnos már nem lehetséges. Tehát azt hiszem, hogy jobb később és soha hátra lesz valamit, ha nem, nem tudom. De minden érdekes, bízom benne. Akkor köszönöm szépen a két is. Hát én nem tudom, olyan nehéz volt a dohányzásról leszokni. Én most italok kéne leszokni, eladni a sört, hát már mi mindenről leszunk. Hát én nem tudom. Én azt mondom, aki beteg ember, aki megtetettem beteg ember, annak engedélyezzék. De egészséges ember nem kell tönkretenni magát. Én nekem is azt mondom. Ha tényleg vannak megtetetlen rákos betegek, aki megtetetlen, azokat szerintem már úgyis mindegy. De egészséges ember már nem mindegy. Na, köszönöm szívek egyés. Random egy kérdezi, milyen zenéket hallgat Zoli bácsi? Lesznek gameplay videók? A gameplay videó nem hiszem lesz, biztos nem lesz. Egy biztos, hogy... Hát, 70-es, mert 80-as évű zenéket szeretem. Már azt hiszem, hogy együtteseket elmondtam. Nikolett Zákán kérdezi, ha most változtatni lehetne az életén, akkor minimum változtatna? Hát biztos, hogy állattartásban van. Kivel közösködni, egy rokonnal, testvérrel, még egyszer biztos nem közösködni. Biztos nem kezdeni. Valami Murphy törvénykönyve, aki szereti a vésik, a törvéket, ne nézze végig, hogy készül. Hát ez a baj, mert jó szállakon megkedve, megszeret utána, ne, és nem tudom, megszabadulni tőle. Megsállom, amikor le kell vágni. Egy biztos, hogy állattartásra még egyszer nem kezdeni bele. Én azt hiszem, betartom a Murphy törvénykönyvét. Nem nézzem, hogyan készül. Köszönöm szépen a kérdést. Ezzel változtatnám, igen. Én azt unnám, te jó kérdés. Próbál van nekem idő, mikor esett le utána. Hát ezt nem tudom nyilván tartani. Hát én nagyobb gondolom, hogy vele foglalkozzam. De mindenért köszönöm a kérdés. Vas Éva kérdezi, kik szokták megzavarni a videózást? Hát sajnos anyukám, meg bátyám, aki jönnek hozzám, azok. De mindjárt köszönöm a kérdés. Zoli bácsi, nekem az lenne a kérdésem, hogy mikor receptet kap egy rajongótól, akkor minden benne van, hozzávalónk listája, pontos elkészítési mód, lehetne egyszer azt, hogy a beküldött receptet közzéteszi olyan formában, ahogy kapta, hogy a nézők is láthassák az eredetit, régóta követjük a csatornáját és azt vesszük észre. Mintha nem követnél épp
lépésről lépésre a leírást, legalábbis az elkészítést, nem tudom, hogy mennyit roll receptet kap Zoli bácsi, de adnék egy jó tanácsot, bármit is kap, keresse rá Google-ben. Hogy legalább a nagyjáboli elkészítés egyezik-e, erre vannak nagyon jó receptoldalak, mint megette, nószolt is a többi, így elkerülhető lenne. Hogy a trollok miatt vesztegessen pénzt és egy rosszul sikerült étellel legyen gazdagabb, illetve jó, ha néha az ember tesz egy kis csavart az ételbe, de higgye el, nem kell mindenbe annyi bors. Valamikor a hozzávalókat nem lehet mással kihelyettesíteni, hús helyett parizer, és Zoli bácsi védjegye, a tömlősajt is van, hogy csak elrontja az ételt mosolygós fej. Hújújújúj, de ezt még megválaszolni. Hát ezt akarok gondolkodom, ezt sajnos nem tudom megtenni, hogy tanulkoljak a receptét, bárkinek megmutassam. Itt adalvédelm is van benne. Lehet, hogy küldnek rossz receptet, én nem mondom. De ezt is elmondanám, itt a, de nem kéne kimondani, de mindenki mondta, nem is érdekel. Itt a Coca-Cola, a kólát feltalálták. Na is elrontott kísérletből találták fel, rosszul sikerült kísérlet, és végül milyen mákás, híres ital lett belőle üdítő. Például állító gyógyszert akartak volna belőle csinálni, vagy mintó, ami nem sikerült. De végül nagyon jó, tökéletes üdítő lett, és jó lett, jó marketing csináltak hozzá, siker lett belőle. Hát ez sajnos, hogy sajnos sok embernek nincs pénze megvenni a húst, és képtelen helyettesíteni párizsival. Nem mindenkinek van. Az is jó, most belekerül a csékembe, belekerül 1500-2000 forintba. Nem mindenkinek van a pénze. Sok ember ő 400-500 forintba meg tud venni a fékjó párizsival. Anna ő. És képtelen helyettesíteni húsa. Olyat is hallottam, aki töltőkáposztát löncsúsból készíti. Hát ezt még nem tudom milyen lehet, én nem vagy azért nem szeretném megkóstolni. Tehát azért valami tisztában kéne tartani, hogy sok ember nincs pénze, nem mindenki tudja megvenni a 2-3 ezer forintos hús, vagy mállápszát, vagy bészi, ez nem mindenki lehetséges. Lehet, hogy küldnek rossz receptet, tehát mondta Coca-Cola is rossz elrontott kísérlet volt, hogy milyen sikeres lett. És ez sok jobból lehet jó is. Olcsokán is jobb megvan a fűszer, jó is lehet adni. Hát én sajnos szeretem a borsot, ez számos szeretem, ennek nem tudom mit csinálni. Hát ez van, hogy nem megformálják az ízlések. Ahogy mondtam, rossz is lehet jó. Köszönöm szépen a kérdés. Travis182 kérdezi, milyen számítógépes játékkal játszott már Zoli bácsi, és mik a kedvenc filmjei? Hát a mondok, Vímen csillagok háború, az a három rész, ami első volt, azt szeretem, a többit is valahogy. Hát a számítás képes játéka volt, egy Hollywoodos játék, Los Angeles, igen, ott akkor mentem a utcán, nem tudom, ami volt a játéknak a neve, már elfelejtettem. Ahol kezdtem az első játszani a számítógépe, az, hogy a 2006 Pentium 4-es számítógép, ami Windows XP-jel ment, most nekem Windows 7-en van még egy számítógép, ami Windows 10-on megy. Hát most játszani nem nagyon éjek rá, de annyit mindig szerettem azok a játékok, ahol lőtözni lehetem, vagy nem is azok a igaza, ilyen autó versenysök játékokat szerettem mindig legjobban. Akkor köszönöm szépen a két is. Kedves Zoltán, ha választani kéne békés helyet, akkor Békés Csaba vagy Gyula áll szívéhez a közelebb, és miért Csaba? Csaba, szóval én is azt mondom, hogy Csaba sok minden van, ami békésen is. Abban nekem jól van Békés Csaba, lehet, hogy zűrösebb város. A Gyula lenne legjobb, mert ez mégis egy turistaváros, város, mert turistaváros télen nem sok minden lehet tenni. Nem tudom, melyiket választanám. Tehát szerintem így is, én ha lehetem Gyulát. Igaz, hogy Csaba több minden lehet intézni, Csaba Gyulát. Köszönöm szépen a kérdés. Balázs Tóth kérdezi, jó napot, mi a kedvenc étele magának? Mondtam, de nem mondom, akkor baj lesz belőle.
sertés, füstölt sonka, pecsenyéje megsütve. Köszönöm szépen a kérdést. Bármi B kérdezi, kedves Zoli bácsi, szoktál szerencsejátékozni, például kaparós sorsjegy, illetve mi a kedvenc söröd, jó egészséget? Mindenki tudja, hogy sörözni szeretek. Néhány szoktam valami bencsette, 300 forintos, 500 forintos, néhány megpróbál. Nem nagyon van szerencsek, 5000 több, ami nem nagyon nyertem. Há, jó Isten, jó, tényleg a korban, amikor még akkor szabad volt a gold automata a kosmába, akkor 2-3-szor elgépezte a fizetést, azóta igazából megmutattam a 100 szerencsejátékokat. Nem nagyon, tehát néhány bencsetet megveszek. Semmi nem sikerült nyerni. Köszönöm szépen a kérdést. Tomi Sámer kérdezi Zoli bácsi, ha lenne bármi, amihez ért, mi lenne az? Hát én nem tudom, én azt hiszem videózásra étek valamit, a máson nem nagyon. Ma lehet minden étek közben lehet semmihez. Hát az az, hogy ezzel mester, minden ét közben semmihez. Köszönöm a kérdést. Miklós Stefán kérdezi, nem gondolkodott rajta, hogy átnevezi magát Tonyásos Tonyási Sniper-mesterlövésznek. Gondolkodok, úgyis vettem. Igen, vettem gumilövetékes riasztópisztolyt, gázriasztópisztolyt, és utána mégis vettem egy öntöltős, azt hiszem ekkor, Fierat Compact. Nagyon fogok csinálni egy videó, azt hiszem, hogy beltáv lett lemintázva, ha jól tudom. Minden már is fogok készíteni videót. Lehet, volt lépuska, lehet, hogy meg kéne próbálni mesterlövésre. Nem videóznak, biztos, hogy járnak a boltlövészetre. Köszönöm szépen a kérdést. De nem. De mit csinál a sors ilyen? Hát nem sikerült megtalálni. Igazi, én már a házasságon nem akarom, mint a kutya, maska játék, ilyesmit nem szeretnék. Én nem szeretem valami előtetve van. Hát nem jó magasnak lenni, biztos. Jó volna egy hölgy. Köszönöm szépen a kérdést. Turosz Bacsú kérdezi, tisztelt Zoli bár, ön már beoltatta magát. Még nem. Az a baj, hogy anyám sem kaptam meg a csak elsőt, még egy oltásra várom. Én is várom, hogy regisztrálva vagyok. Ha képes vagyok beoltatni magam, biztos nem fogják megengedni a csoport találkozókat. Köszönöm szépen a kérdést. János Felegyi kérdezi, szia Zoli bá, az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy lesz Békés Csabán közönség találkozó, és ha megenged még egy kérdést, nősülni fog valamikor. Valamilyen menyecske a láthatáron, üdvözlettel, Felegyi Jancsika, no, Márti. Hát, biztos, hogy Békés Csaba kerékpárban 45 perc alatt ott vagyok, kellemesen. Szerintem a szószín városban Békés Csaba nagyon szeretném ott lenni a csoport találkozó. Igen, csak ennek lenne már vége ennek a Covid-nak. Anélkül nem meg. Nem akar azt csinálni, hogy egyik felét meghív, a másik felét nem. Vagy nem ilyen korlátozás, még korlátlan, egy szeretném, hogy ott tartani, korlátlan tudná bárkit fogadni. Akkor szeretünk egy csoport találkozó. Csaba mindenképp szeretnék. Hát én nagyon szeretném. Sajnos még menyecske, hát nagyon-nagyon, nem nagyon van mi látható. Közelben nem nagyon találok. Köszönöm szépen a kérdést. Izé Csillag kérdezi Zoli bácsi, miért hozta úgy az élet, hogy nincs felesége vagy élettársa. A fiatalkori fényképeken egész jó vágású fiatal ember volt. Bármilyen barátnőt fel tudott volna szedni szerintem. Teljesen biztos, tényleg lehet fel tudtam volna szedni, biztos. Csak abban időben nem volt munkahely. Munkanélkül voltam. Köszönöm szépen a kérdés. Dániel Antal kérdezi, helló, melyik bor a kedvence? Hát a muskotáv, édes borok. Tehát a száraz borok, hogy ilyen ételbe szeretek. Köszönöm szépen a kérdés.
Igen, hullató, egy hosszú kérdés lesz, akkor azt megpróbálom meg se visszakítani. Többször megszakítani, nem egy kérdés lesz. Lecsórises kérdezi, kedves Zoli bácsi, a kamasz évek legtöbbünknek sok nehézséggel jár, ezért kíváncsi lennék, hogy a... Hát igen, kamasz éve nehézséggel jár, az biztos. Hogy a másik nemmel Zoli bácsinak hogyan alakultak a tárgyalások, fia? Nem könnyű volt, nem könnyű volt elkezdeni. 13 évesen, 14-16 éve, nem is tudom, 15 évesen. Nem könnyű. Na, mégis kaptam valami üzenetet. Fiatalabb korában. Hogyan élte meg ezt a korszakot, mikor volt először szerelmes Zoli bácsi? Hogyan? Körülbelül 80-as évek közepén, vége. Tehát 85 meg 90-es év, hát ilyen 84 van, nem is tudom pontosan. Hú, de régen voltak ezek. Hát én azt hiszem, te akkor 85-86-87 körül volt versős szerelmes. Hát jó, kifaggatnak engem. Hogyan ismerte meg a hölgyet? Miként végződött a sztori, Zoli bácsi, mikor? Hát diák, milyen szerelem, gyerekszerelem, nem is gyerekszerelem. Ez csak ilyen. Hát szerelmes voltam nagyon abban a csalban, de valahol túl látta, hogy biztos nem volt a esetem. Akkor csókolózott először, lehet tudani. Hát azt mondta, hogy házabúlba csókoltam meg először. Hát az is 80-as évek volt. 80-as... Azért 80-as évek közepén, nem közepén. 85 és 90 abból közeptáron, 88? Nem, 88. Így, de régen, nem. Ennél már nem emlékszek rá. Régen volt az ma. Maga nézve, 55 éves vagyok. Azt hittem soha, 55 éves, de nem. 53 éves vagyok, de azt hittem soha nem éljem ezt a kód. Éj, de jó volna visszamenni, minden másképp csinálni. Te jó, szép évek voltak ezek. Hogy hány éves volt Zoli bácsi, amikor átélte első alkalommal a szexualitás örömét, mi alapján vállalt? Hú, nem semmi. Hát biztos voltam, 18, 17, 16, nem tudom. Tehát 18 körül, vagy 17. Választott Zoli bácsi barátnőt magának, volt olyan lány, akitől tiltották a szülei. Ó, mindig van, a szülők nem tudom, mit csinálják ezt a játékot, hogy títsák egymást gyereki. Nem szülőtől dönti el, én nem tudom, mi van az ebben, de volt. Nagy, nem kevés. Mit csinálják ezt a szülők, ezt nem tudom. Mert a szülő lenni, én is meg tudnám. Hogyan heverték ki a nők Zoli bácsi a szakítás utáni fájdalmat? Milyen ajándékkal lehet a nőket levenni a lábukról? Esetleg? Van alanygyűrű, csak még a ember se, még a tinincse, akkor nincs bíze alanygyűrű, amikor tanul. Hát legalábbis utánzat. A csoki, van meghívni a moziba, csak azonban most azt sem az nincs soha meghívni. A fő, itt a járvám, cukrásztás nincsenek, legalább régi rendszerben volt cukrász a mozi. Akkor meg lehetett volna hívni rámukat. Tehát egy szórakozó hálása nem olyan, ami ezelőtt volt. Esetleg Zoli bácsi tudna valamilyen csajozós szöveget javasolni. Hú, sajnos nem tudom. Én nőket nem tudok kiszámolni. A nő mind másfajta. Hú, így beszél a másik, nem nő. Hát nem tudom, én nem tudtam kiszámolni őket. Nem tud csajozó szövege. Én azt tudom, hogy ember legyen sok pízei férfinek. De igazuk is van. Ön hogyan ismerkedett azzal, hogy Zoli bácsi nem csak főz, de már edzés videókat is készít? Remény? Hát akkor mi nem készítette edzés videót. Nem azt mondtam, eljártam karatézni. De akkor főztem is, igaz. De nem csináltam, mert akkor nem tudtam, hogy főzni fogok. Mert edzés videókat fogok készíteni, hogy akkor nem tudtam 80-as évekbe. Akkor nem volt mivel dicsekedni. Hát most lehet, hogy tudnám, most lennék abban a helyzetben, most híjesség vagyok, tudnák valami elmenni. Mélem, lesz még több is, nagyon sokat segít az egészség.
egészséges életmód követésében a fiataloknak. Hát nagyon szeretné, hogy lenne még tényleg egészségesen élni. Sajnos az egyik barátom évek óta otthon ül, mert tercalak szakadása van az előső meniszkuszában. Több orvos is azt javasolta, hogy terhelni kellene a problémás területet. Viszont térd fóbiája alakult ki, emiatt térdrögzítőt hord még alváshoz is. Az orvosok szerint nem szükséges műteni, gyógytornával orvosolható a probléma. Milyen gyakorlatot javasolna Zoli bácsi a barátomnak, mivel az én korosztályom nagyon érdeklődik a számítógépes játékok iránt? Hát én azt mondom, hogy ahhoz tornász kell. Na én alá valami mozdulatok, valami edzés, neki nem biztos jó lesz. Lehet neki a végzetes nagy mód lenne. Jó, megint tenni kéne az tényszálagot, de szerintem ez már tornász kell, aki már hivatalos szakember. Az már szakember tökéne megkérdezni. Nem tervezte Zoli bácsi, hogy olyan videókat készít, amiben játszik. Sok társammal kíváncsiak lennénk rá, köszönöm a lehetőséget, hogy feltehettem a kérdéseimet, jó egészséget kívánok, üdvözlettel, egy lelkes rajongó újjá rizses lecsót szereti Zoli bácsi. Nem ettem egy rizses lecsót, de meg fogok közölni. Hát nem tudom, milyen játékokat kéne tervezni, el kéne játszani. Csak még volt, mikor egyébezte a két havi fizetés, azóta ilyen játékokkal megutáltam. Igaz, hogy rég volt. Lehet, hogy nem tudom, hogy mennyire szabad játékot bemutatni, jogdíj, ha nem tudom, hogy megy, de már utána nézzel, lehet mégis megpróbálni játék, egy-két játékot. De biztos, hogy már jövő dolga. Ja, köszönöm szépen a kérdés. Kodak Eastman Company digitális fényképezőgépe, és azon kívül milyen fényképezőgépei voltak még? Ez is jó kérdés. Hát elég sokat fotóztam, hát el sem vettem egyszerű kis filmes képbe, NGK-t gyártmáról, hát a neve nem ült már eszembe. De gyerekekben volt pajtás, 6x6-os, vagy 6x9-es, első nagyon emlékszem. Csak mindig kíváncsi voltam, hogyan működnek. Mindig szíszadtam őket. Mert nem tudtam kíváncsi, hogy működik. Igaz, olyan jó fényképezőképek voltak, de minden akkor mégis kicsit tapasztalatot szereztem a fotózásra, akkor vette partikát, akkor végül vette a Zenit 12-es orosz gyártmányú fényképezőgép. Itt a sok fényképezőképek voltak. Azt neki. Akkor volt még Zenit 11-es, hát ilyen analógi tükörek lesz a fényképezőgépek voltak. Akkor végül tényleg megvette azt a Kodak fényképezőgépet, ahol te első fényképezőgépet, de előtte a mobilot gyakoroltam a fotózásokat. Igen, végül rájöttem a fotózás már kevés. Mobil videó megpróbáltam készíteni a mobilot, és végül vettem ezt a JVC videókamerát, az volt az első videókamerát, azt hiszem, hogy 2010-ben vettem, ha jól gondolom, és azóta már sajnos tökkel lett. Igen, vettem meg Panasonic is, én most megy ezen, most ami a videó megy a felvétel, az hiszem, a Panasonic 750-es, de nem utaszed a száma. És van még két kamerképe, azt hiszem, a Kamer 50SD, 750, kamera 750SD, és akkor van a MIS képem is, M50-es. Most ezek gépek vannak. Teljesen sok gépe volt. Köszönöm szépen a kérdését. A Szabó kérdezi, miért nem vigyázz jobban az egészségére? Hát vigyázni az egészségére, csak az nem olyan egyszerű. Vigyázni neki, csak nem olyan egyszerű. Köszönöm a kérdést. Effendi 0 kérdezi, hány éves a 100
éves kapitány. Hát én 100 éves kapitány. Egy évszázad. Nem tudom, hogy tudtam jól felállni ezzel. Krisztián Gellai kérdezi, üdvözlöm Zoli bácsi, csomagot lehet önnek küldeni. Ha vége ennek a Covid nyavajának, akár személyesen is elvihetnénk önnek. Minden jót, erőt, egészséget kívánunk. Hát remélem fogunk tudni személyesen találkozni. Remélem ennek komolyan vége lesz. Hát nem tudom, lehetne, csak akkor... Na minden, lehetne. Nem tudom. Csak sok lesz a így ember. Nem tudom, mit is mondok. De mindjárt köszönöm szépen a két is. Akkor az 118. két is. Jan Birkin kérdezi, kedves Zoli bá, hová lehet írni, mi az e-mail címe, lehet csomagot küldeni önnek, tisztelettel, Norbert Mosolygós fej. Itt a videó alatt most kijavította a e-mail címe, oda lehet írni. Köszönöm szépen a kérdés. Fruzsina Hubert kérdezi, kedves Zoli bácsi, egy fontos kérdés foglalkoztat engem mostanság engem. A kérdésem az volna, hogy maga önnek köszönöm, kedves Zoli bácsi, ha válaszolni tetszik. Válaszolni? Igen, én vagyok. Hát igen. Még meddig leszek én, mert egyelőre én vagyok. Hát úgy látom, hogy igen, még nem kormoztam, nem másoltak le. Akkor várom a kérdését. Köszönöm szépen a kérdését. Kotlari Kricsi kérdezi, jó napot, a kérdés feltevései szákos, maga tud fákot készíteni? Jaj, mi fákon nem készítettem, már utána nézem. Még nem csinálta, tényleg jól lenne azt, hogy csinálni. Most van jó finom megylegfa, meg kéne próbálni. Köszönöm szépen a kérdés. Juska Sobri kérdezi, Isten adja Zoli bacsi, kérdésem. Mi az a hely, amihez nagyon sok szép emléke fűződik? Masik kérdésem, hova utazna el szívesen, mit videózna le? Világ melyik részét mutatna be a videó infószídatornak? Köszönöm Zoli batyamnak. Kedves, sajnosan köszönöm. Hát, ami lesz, szép a helyen ragaszkodnom, ahol lakom, gyerekkoromban felnőttem, szép volt a körgát, hát most nem mondom, a körgát, sem most el van szeméttel. Nagyon szomorú, hogy ember tönket teszi a környezete. Én azt szeretném legjobban visszaállítani a környezete, és olyan tisztelni a környezete, mint a gyerekkoromban. És nem mondom, az, hogy tényleg az, hogy körgát szeméttel tisztán lenne, az lenne jó. Az már sajnos ember már tényleg környezetekben nem tudnak vigyázni. Saját környezetek, saját magukkal vágunk a fát. Sajnos ez így van. Na mindent, most akkor azt hagyjuk a gyerekkoromban, akkor még ott volt játszani. Őszintén a mai világban nem lenni gyerek. Nincs is hol játszani, nincs játszóti, nincs nádas, vagy nincs olyan sziget, ami harcolva, vagy érdemes lenne. Urat, az a világ megvált. Aztán a gyerekkoromban lenne visszavőzője. Hát a másik édesen legjobban szeretni, hát elutazni Velencébe, hát ott szeretni legjobban videót fogadni, Londonba is szeretni, csak általában nagyon fura szép. Hát ott nagyon komoly videókamerát kéne szerezni, nem is videókamerát, mikrofon, ami szélszűrővel. Köszönöm szépen a kérdését, akkor menjünk is tovább. A 122. Tiszteletem, kedves Zoli bácsi, azt szeretném kérdezni, hogy tervez-e valamikor játékos videókat is csinálni? Itt konkrétan számítógépes játékokra gondolok, lehet lenne rá igény. Részemről tuti befutó lenne egy jó kis gamer videó, szerintem nagyon sokan szívesen segítenénk is akár, hogy mit lenne érdemes játszani. Főzős számítógépes játékok is vannak, mosolygós fej. Hát, mosolygós fej. Lehet, hogy meg fogom próbálni, tényleg meg kell próbálni. Csak már nem jó, hogy általánosságban számítok ebben, biztos meg fogom próbálni. De minden meg fogom próbálni. Köszönöm szépen a kérdését. Eitman 20 kérdezem Zoli bácsi, hogy tetszik lenni, jól viseli az otthon létet. Köszönöm szépen, jó. Hát nem igazán viselem. Jó lenne már valahol tényleg elmenni
Csobot találkozva fogadni, küldtelete fogadni, valamit ilyen jó lenne, mert ez már nagyon unalmas itt. Köszönöm szépen a kérdést. László Pálinkás, kérdezem, arról volt szó, hogy nem fog beolvasni se születésnapot, se névnapot, akkor most VTF. Igen, azt megígértem, tényleg megígértem. Igen, sokan elkezdték támogatni a videóimat, és azoknak bejátszottam, bemondtam a kérésüket. Ha már kapok egy kis segítséget, támogatást, szerintem a legkevesebb beolvasom. Köszönöm szépen a kérdését. Szeretem, amikor képregényekben, hiába nem volt, akkor nem volt internet, nem volt YouTube, nem volt egyéb film, nem volt lehetőség a filmek nézni internete, akkor nagyon jó voltak a képregények. Tényleg a képregényekben ültem fel, szeretem őket. Csak már nincs idő olvasni, nem is tudom, állunk már a képregény, nem is tudom, van egyáltalán. Köszönöm szépen a két is, 126. Szépen, köszönöm szépen. Hát, kedves filmem sorozata volt Nogjamo, minden lép a két kanál. Akkor legjobban mégis a Csillagó Stavros, a Csillagó Háború szerette a legjobban, az első három rész. Hát, miért? Hát, nem tudom, én azon nyomtam fel, más indokon nem tudom, ezen nyomtam fel. És jó, hogy meg tudtuk nézni egy hónapban egy jó komoly filmet. Na szó volt akkor valamikor videó, nem is videó, akkor mozinak hívták. De minden a mozi is jó volt néha elmenni oda. Köszönöm szépen a kérdést. Zsolt Nemet kérdezem, nagy tiszteletem Zoli bácsi, nekem az lenne a kérdésem, hogy nem szeretne Varga Irénnel közösen főzni és sütni valamit. Szerintem sokan megnéznék azt a videót és még több rajongót szerezne vele. Üdvözlettel, Németh Zsolt. Lehet, biztos lesz benne valami, nem tudom. Nem tudom, csak ennek a vírusnak lenne a véget, ki tudja meddig fogsz tartani. Mit fogsz, és milyen szigorítások lesznek, ha jó van, kicsit ennyit tenni a szigorításokon. Hát nem tudom, mi lesz. Nem tudom. De köszönöm szépen a két is. János Kovács kérdezi Zoli bácsinak, mi a véleménye a meleg emberekről? Nehéz kérdés, az lázas kérdés. Elfogadom ők a beteg embernek, de jó, nekik is jogó a élete, de ez már nem igazán fogadom, hogy reklámozzam, marketing csinálnak belőle, én mi dicsekednek vele. Jó, egy kicsit betegsége, ilyesmi, egyik semmire sem nem kell dicsekedni, a más úgy se veszi át a fájdalmú. Szóval de jobban legyen csembe lenni vele, és éljék a életüket, ő nekik is jobb. Hát igaz, hogy nem egészséges, mert egészséges felfogásként ne is, de hát egy kínos kérdés szerintem. Mert ami alaszom, mert emberből fog kiállni, de én azért jobban, mégis volt, én jobban jössz a férfi-nő kapcsolatba. Hát nem túl sokat nem tudtam mondani, tehát köszönöm szépen a kérdés. Próbálom, csomót rádozza, jó lenne, tényleg jó lenne. Hát, veszem a kellékeket, ha megvettem a második kelléket, már is lesz egy videó. Nagyon szeretném, hát őtök gyakorlatilag nehezebben halad, nehezebben. Hát minden csak fog az haladni, de minden köszönöm szépen a kérdésére, remélem csak lesz a ma csomót rádozó. A 130. kérdés. Zoli Szájt kérdés.
kérdezem, Zoli bácsi, meg tud élni a videózásból? Nehezen. Utóbb egy rossz, amit a segélymunkás munka. Hát éppen nehezen. De mindjárt köszönöm szépen a kérdését. Adam Jocks kérdezi, volt már barátnője, hol lehet ismerkedni Békésen? Most itt van a Covid miatt, hát azt mondja, sehol. Nem tudom, azt mondja, valami se internet, Facebook, vagy egy más közösségi oldalka. Lehet a Facebook olcsó, van egyes közösségi oldal, hát ott borsos árak van, ott elő kell fizetni, és például dobolnom mások kártya. Hát én nem tudom, mit mondom. Hát én Discordban nem nagyon szeretem menni, már oda kiölölkedtem. Volt már, amikor magas kopja onnia, de már év után nincs. Hát nem sok lehetős van mégis. Lehet Covid után lesz valami, vagy nem tudom. Köszönöm szépen a kérdést. József Bárány kérdezi, Zolibá, mi a véleménye a most megjelent Zack Snyder's Justice League filmről? Megnézte már, ha esetleg nem, tervben van egy kritika. Nem látom azt a filmet, nem. Nagyon sem. Lehet, hogy látom, nem tudom. Biztos nem hiszem látom. A kritika, én azt hiszem, hogy a kritikát megadom Dancsornak. Dancsor Beti műfal, nem nekem való. Akkor csinálja ő inkább. Lehet mások is csinálják a film kritikát, én nem kritizálom őket. Szerintem nem egy műfal. Köszönöm szépen a kérdését. Urbex Hungary elhagyatott helyek nyomában kérdezi, Zoli bácsi, milyen vágó programot használ, és mi a technikája a vágási formájának? Hát én 4.13-at használom, azt hiszem, azt hiszem 2007, én azt hiszem, azt használom, vagy 2012, nem is tudom pontosan melyik. Hát én nekem egyszerűen a technika, magyarulva, magyar effektusom, igaz, hogy nem olyan jó, hogy Sony Vegas, nem volt nekem, nem 2-300 ezer forintba kerül, és legalább sokkal olcsóbb, hogy megvettem. Azt hiszem, 20-18 ezer, én nem tudom. Ennyit fizettem, körülbelül kb. Annyi. Hát én egyszerűen néó technikára, már néó tanultam meg vágni. Köszönöm szépen a kérdését. Zoltán Borbé kérdezi, Zolibá, azt szeretném kérdezni, hogy ön szerint melyiket érdemesebb venni, Xbox Series XLT vagy PS5, ha meg tudná válaszolni a kérdésemet. Akkor nagyon sokat tudna segíteni, a választ előre is köszönöm. Isten, nagyon szeretném segíteni, de én ebben a dolgokban nem is láttasságban, de szeretném segíteni. Nem tudom, videókártya mi lenne az, vagy valami játékféleség? Szeretném segíteni, de sajnos nem tudom. Segíteni, nagyon szerettem volna. Köszönöm, nem, sajnos nem tudom. Köszönöm szépen a kérdését. Miért nem tud a zsiráf repülni? Várom mielőbbi szíves válaszát. Ez nagyon érdekes. Ez a légvonalas elás, nem is tudom milyen. Túl nehéz, túl hosszú. Nem alkalmas a repülő, túl nagy a súlya, vagy nem is tudom mi. Sajt azért nem túl. Már hosszú nyaka van, és akkor légállás nem tudja. Nem áramvonalas, majd nagy a súlya. Szerintem azért nem tudom, jól meg tudtam válaszolni. Minden köszönöm szépen a kérdés. Ferenc Mayer kérdezi, kedves Zoli Nácsi, mikor tetszik makaron sütni nekünk, szeretnék sütni a feleségemnek első házassági évfordulónkra, de nem tudom, hogyan fogjak hozzá, ez a kedvence. Van-e barátnője Zoli bácsinak? Mi lesz a következő nagy fejlesztés a videós repertoáriában? Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel, Ferenc. Jó, akkor megpróbáztam megsütni makaroni, hogy is éjjel, megpróbál megsütni. Én sem tudok, de meg kell tanulni. Húsvéte megpróbál megsütni. Akkor köszönöm szépen a... Ja, még nem fejlesztem, igaz? Hát szeretném fejleszteni a videót. Hát, akkor szeretnék katonai házassági évfordulókat. Én sem tudok el megfordítani, meg sütni, megpróbálom.
Hát a videó tervezése az lesz, hogy következő kabai akciós videókat szeretnék csinálni. Remélem, hogy itt vannak a kellékek is. Már vettem egy riasztott biztos gumilövetékes dobtálast. A másik nem gumilövetékes. Ebből is szeretném öntöltős. Hát szeretném abban videót fejleszteni, nagy fejlesztésre szeretnék csinálni. Na minden mindenki megpróbál azt a magarul megcsinálni. Nem túl jól tudtam kimondani a nevét, de minden megtanul. Először megcsinálom azt a videót, állok neki ehhez. Akkor megtanul a YouTube. Köszönöm szépen a kérdését. László Német kérdezi, jó napot kívánok, mi a véleménye Covid-járványról? Covid-járvány, lenne már vége, már annyira unom a téve. Nagyon unalmas, jó lenne már vége lenni. Hát nem tudom, többen nem megmondom, mert ki tudja, mi lesz mi ebből. Csak lenne már vége. Ideig vagyok. És szerintem elég sokan. Hát lehet vannak, akinek ő neki, de én egyáltalán nem ülök neki. Hát köszönöm szépen a kérdését. Kérdésem, hogy tetszett-e már külföldön járni, és ha igen, hol? Nem jártam, sajnos nem volt el időm, nem volt lehetőségem. Köszönöm szépen a kérdés. Zsolt hamar kérdezi Viktor Bohóc, hogy van? Viktor Bohóc, le kellett vágni, mert a szárva beelnőtt a nyakába, húsba beelnőtt. És nem tudtuk már csinálni, levágásra dobtunk. Le kellett vágni. Nagyon sajnálom, ez is nincs kedve állattartások, ha nagyon megsajnálta a Viktor Bohócot. Köszönöm szépen a kérdés. Whiteman X kérdezi, szia Zoli bácsi, melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Hát elvileg tojásnak kellett lett volna, annak kellett az elő lenni, de akkor tojásra valamilyen meg kellett tolni. Hát akkor szerintem a úgy biztos tudja, mindenható tudja megmondani a választ. Én sajnos nem. Tehát ki tudja, sokak kutatással tényleg, hogy lehetséges ez. Melyik volt az első? Hát sokan szeretné el a kérdésre választ kapni, ahol én magam is. Köszönöm szépen a kérdés. Gábor Szepesi kérdezi, Varga Irénnel lesz-e közös főzés, illetve tapasztalatcsere kacsintó fej. Nem tudom. Nem tudom, ennek lenne vége az, ami most van Covid-ban. Nem tudom, nem, én személyesen nem találkoztam vele. Még Dancsolás se sikerült találkozni, csak videóban üzenünk egymásra. Köszönöm szépen a kérdést. Dávid Németh kérdezi, milyen házi állatai vannak önnek? Róka, az kutya vagy róka? Róka meg... Igen, csak a két kutyával, több házállat egyébként nincs. Hát még remélem, nem nagyon tervező lesz. Köszönöm szépen a kérdést. Fireworkex-e kérdezi, tud angolul, ha igen, mondja azt, hogy fast fox. Gyors róka? Azt hiszem, hogy lehet. Nem tudom. Nem tudom, mert angol, csak próbáltam tanulni, uniós támogatása nagyon rövid volt a angol óra. Sajnos már nem volt időm elkezdeni másolóval. Köszönöm szépen a kérdését. Nikolett Nagy kérdezi, kedves Zoli bácsi, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy önnél mekkorák a kanalak. Mert sokszor látom a videókban, hogy elő van készítve például 2 teáskanál őrölt bors, ami a videóban 2 evőkanálminak néz ki. Köszönöm és jó egészséget kívánok! Hát igen, sokszor vannak optikai csalódások, mert a videó más mutat, mint a fotó, videó más mutat, mint ami valóság. Hát azért 2 evőkanál borsot nem tezel. Jó, hogy szeretem én is a borsot, tehát 2 evőkanál azért kicsi sok. De köszönöm szépen a kérdését! Nyúmer Peti kérdezi, az lenne a kérdésem, hogy láttál már meccsfánpókot?
nem volt ilyen a szerencsé, nincs ilyen a szerencsé. Nem emlékszem, nem láttam. Láttuk el, tehát hol? Hú, nem vagyok olyan szerencsés. Köszönöm szépen a kérdést. Kristóf Máté kérdezi őt, Zoli bácsi, az lenne a kérdésem, hogy az edzésével hogy áll, minden nap ki szokott járni edzeni a kondigépekhez? Nem, most nem járok ki, most meg vagyok fázva. Az az, hogy most a időben hú meleg van, hú hideg van. Nem tudja ember, hogy öltözzön. Ha tényesen öltözöm, leizzatok, akkor ezért fázom meg. Ha kabátot veszel, akkor már akkor hideg van, tavaszi kabát. Nem tudom, milyen kabátot vegyek. Nem mer kimenni a kondiképekre, egy tüdőgyulladás most nem szereti. Ez a Covid, a szereti a tüdőgyulladásokat. Most nagyon nem szól, ez mi ez egy tüdőgyulladás. Nem, köszönöm szépen a kérdést, most egyébként felfüggesztettem ezt is. Benedek Bella kérdezi, kedves Zoli bácsi, ismeri a Viki Csonájt? Viki Csoná? Jaj, a Viki Csoná érdekes lenne. Van énekesen van szó? Azt szerintem, a bikini sokkal, húha. Hölgyeknek utcákén velük végig sétál, biztos nem ülnél neki, Viki Csoná. Hogy nem tudom. Szerintem a hölgyeknek Viki Csonának biztos nem ülni, hogy előttől kéne, vagy férfiak előtt kéne sétálkátni vele. Na mindjárt köszönöm szépen a kérdés. Uzumaki Naruto kérdezi, kedves Zoli bá, melyik tömlős sajtot szokta használni, illetve tud ajánlani egy jó ételt? Most semmi jó étel nem jut eszembe, de interneten biztos van. Én ám is van. Hát én általában füstölt, tömör, sonkás füstölt tömör sátot szoktam szeretni. Én ezt tartom legjobban. Édes penibe olcsó, ja, nem lett volna szóval a márka nevet kimondani, nem mindegy. Úgyis minden már. Én azért csak azt mondom, hogy olcsó tömör sát, vagy sonkás ízesítő. Ki tudja majd, hogy mi igaz, mi nem. Minden köszönöm szépen a kérdését. Kérdezi, aki nem a mesztelen híres nőt mapa tartalmára kíváncsi, az nem is érdeklődik igazán. Pontosan, én is azt mondom. De sajnos férfi vagyok, mégis érdekelnek a női mester, test része. Már nevét nem mondhatok ki, mi a legjobb része a nőknek. Már mellé is jó volt, de ami alatt nem nagyon mondhatok ki. Igen, hiába. Aki nem áll érdekel, biztos nem érdeklődik igazából. Köszönöm szépen a kérdését. Dominik Cövet kérdezi, hogy van mostanában Zoli bá, hogy élte meg ezt a vírusos helyzetet, nehezen vagy könnyen? Ezt ha azt mondok könnyen, akkor nagyon jól nagyot hazudnák. Ha nem könnyen, nagyon nehezen. Tiszta ide, tiszta kikészíti ebbe. Egyszer eljut ember oda, megnyúlcik a könnyezzel, minden rendben, és tessék itt az a vírus. Mindig, valami jó kezdem menni, meg jó mindig van, valami mindig van. Nagyon nehezen. Köszönöm szépen a kérdését. Attila Halász kérdezi, Zoli bacsi, magának tínedzser korában volt maradneje? Igen, akkor is próbálkoztam. Csak az van ott is, nem ott a esetem. Vagy neki nem ott a esete. Mindjárt köszönöm szépen a kérdését. Teológus és a geológus között. Előtte én nem voltam. Nem tudom. Nagyon szégyen, de sajnos nem tudom. Mert nagyon szeretek el válaszolni. Köszönöm szépen a kérdés. A 95356786 kérdezi, mennyit keres a YouTube-on. Itt annyi, mint a közmunkabér, már csak annyi kicsi, van mikor több, van mikor kevés. 50 000, de ez nem olyan szabad elmondani, de minden azért köszönöm szépen a kérdés. YouTube-hoz kérdezi, nem akarja eladni nekem a Stuckert, megveszem 200 rongyért. Nem értem, 200 euróval menni, 200 ezerért. Hát, ha most eladnám. Néhány pár rávok gazilázatozna.
mert mi meg szoktuk venni, nem szoktuk eladni. Hát nem tudom, most mi nem adom el, de lehet, hogy fogok csinálni árverési oldal Facebookon, külön oldalt fogok csinálni, mit adok el. Most egyen nem tudom, mikor fogok elkészülni, mikor lesz valami eladó. Nem, még túl kell, most kell igen. Ha eladó, akkor már felteszek ide a Facebookra. Köszönöm szépen a kérdését. Miklós Stefán kérdezi, kedves Zoli bácsi, 2 darab kérdéssel szeretnék magához fordulni. Megfordult már magának a fejében, hogy ami kontárműveleteket csinál a barkácsolási videókban, azok erősen balesetveszélyesek, főleg ahogy ön csinálja az 1000 évesek eszerszámokkal, és esetleg másnak baja lehet belőle. Jó. A második kérdésem pedig az lenne, hogy mai napig mi a célja a kendőzött rejtett termék megjelenítésekkel, amikkel minden egyes videója tel is tele van. Hát ez nem semmi. Hát ez tényleg rossz indul, egy csupa rossz indul. Ha mindenhol reklám van, milyen rejtett reklámokról beszél? Hát ha nem rossz indul, akkor már nem tudom micsoda. 1000 éves szerszámok? Ez is nagyon érdekes. Ez is egy durva. Rejtett reklámok, durva. Baleset veszélyes. Én azt hiszem maga, biztos nem is dolgozott nocóval tömíti, nocóval olyan gépekkel. Már akkor biztos, hogy tudna néha baleset, hogy mondjam, munkavétel, eszköz sokszor veszélyesebb abban dolgozni, mint abban. Sokkal biztonságos, hogy néha munkavédelmi eszközzel dolgozni, mint a kesztyű. Most felveszel a kesztyű, látod, sok videóban megfogják a Fischer heggesztett vasat. Gumi, műanyag, védőkasztó, mert én el nem hiszem meg befogni. Na minden, de ez a videó nincs is már YouTube. Hát ez tényleg, én csak ezt tudom mondani, hogy rossz indultú videó. Nem tudom, mit is mondjak. Na igyezzék, mert rossz indulható is. Köszönöm a választ, ipár olyanok miatt szerkesztette el többször át a videó, mint ön. Na minden. Mátyás Jakab kérdezi, jó napot Zoli bácsi, maga milyen vallású, szokott templomba járni? Hát igen, a vallásról beszéltem. Református vagyok. Anyám is református, apám katolikus volt. Hát én azon a modern világban nőttem fel. Félig hiszem a Urat, hiszem Istenbe, félig csak, nem leállott templomba. Lehet, mikor akartam volna menni templomba, hát úgy vettem, hogy ez sok hívő, nem volt tisztességes, én nem beszélek minden hívőkről, nem akar mindenki meg egy kalapot venni, sajnos az, hogy hát tényleg vagyok válaszos, nem tudom, ennyi magyarázatot tudtam szolgálni, amit ki tudtam elégíteni a magyarázatot. Ha lehet, hogy minden hívő rendes van, akkor jól eljárnak a templomba. Nem tudom, félig hiszem Isten. Azért nem tudom eljárni a templomba, nem járom, már nem is nagyon divat. De mindjárt köszönöm szépen a kérdését. Hát ételben milyen ételt szoktam rendelni? Hát azt hiszem, hogy pizzát szoktam enni ételben, a dübökölt pizzériában. Ó, megint csináltunk nekik egy idegkámot. Óha. Na mindegy. Igen, pizzát, sátos pizzát, ami szeretem legjobban. Hát igen, maradékot valamikor hűtőbe elteszem, és valamikor Cézár rókán odaadom. Mikor, hogy? Mikor milyen kedvem van. Köszönöm szépen a kérdését. Ha én általában, ha sokáig van a hűtőben, akkor biztos odaadom, mert nem nagyon szeretem a túl sokáig. Én Fischer szeretem a főzést, a Fischer étel. Köszönöm szépen még ez a kérdését. Cselepke kérdezi, kik szokták önt megzavarni videózás, főzés közben? Na, hát a anyám, anyukám, bátyám maga, aki jönnek hozzá. Köszönöm szépen a kérdés. Madár kérdezi, kedves Zoli bácsi, mit gondol ön a vallásról? Hisze valamilyen Istenben? El szokott-e gondolkozni? Mi a célja az életnek? Miért vagyunk itt a Földön?
Hát félig hiszem, hogy Istenbe hiszel. Te elmi válasz, ezzel gyerekkó útra szeretni a kérdésre választ tenni, hogy mi vagyunk itt a Földön, mi vagyunk élet. Nagyon érdekel ez a kérdés, de mi idáig, mi a gyerekkó útra, a több mint 50 ilyen útra kérdésemben nem kaptam választ. Nem kaptam, pedig nagyon szeretett úgy tényleg, mi kell élni, miért az élet, mi vagyunk itt a Földön, mi létezünk, csillag, mi a világ egyetem, mi létezünk, nem tudom, miben higgyem. Idei tudomában hittem, de abban is félig, most már ezzel nem hittem a Istenben, most már félig hiszem a Isten. Köszönöm szépen a kérdést. Jó vannak, jó vannak, jó. Ahol képes van egy idős kutyák, ebben időben már több mint 70 évesek, jó. Köszönöm szépen a két is. Mert Cézárnak is, Cézár Rógan már megmondó. Győző Martini kérdezi, tiszteletem Zoltán, ön hány éves? 53 veszel. Köszönöm a két is. Születésnapos földi halandó pedig örök életűvé válik. Ennyi bevezető után szeretném megkérdezni a következőket. Első kérdés, Erdélyi Mónika, önnek tetszik-e? Második kérdés, mi tetszik benne olyan nagyon? Nézzük, Erdélyi Mónikában nem szerelmes vagyok. Mi magam, mint nő, magam, mint a munkássága, igen, mi magam, mint a műsorvezető. Így tetszik, de nem vagyok szerelmes benne, bármilyen fiaítés elkerülése. Valamikor azt mondta, valaki akartam hívni. Azt hiszem, ilyen marketing szakember adtak ilyen tanácsot, hogy hívjam ki a videóból. Állítani volt, te uratom, nem kaptam a videót, nem akartam, vagy nem tudom. Máskor, miért tetszik nekem, mit tetszik benne? Mondom, nem szerelmes vagyok benne szerelmes. Csak azért a videóban ki akartam hívni. Köszönöm szépen a kérdés. Zorló Kibor kérdezi, vajon eléri a bitcoin a 200 ezer dolláros árat az idén? Nem tudom. Fogalmam nincs. A szélesző szeretném a válaszolni, elnézést nem tudom. Köszönöm a kérdés. Xenovia Kvarta kérdezi, mi van még meg magának a második világháborúból? Más világban nem is voltam, éltem, hanem szerzős vagyok, 56-osan éltem. Hát a sótartó, csak a vízből mondom a sótartó, mert elég régi fel, a gyárkóm után megvan az a sótartó, hát több mint 50 éves. Más nincsen, sajnos. Sok minden szeretem, a megőszinte nincsen. Köszönöm szépen a kérdés. Na jó is elítélete, na jó is, állatok és jogúval élni. Ezek is jogúval, ki vannak szolgáltatva velünk szembe. Hát igaz, hogy lehet tigrisek, hogy nem tudunk beszélítíteni, ezek megölnél bennük, akkor is azt mondom, állatoknál jogúval élni, és nem gyilkolni őket, csak úgy kette és igen, büntetettől. Köszönöm szépen a kérdés. Somogyi Levente kérdezi, Zoli bacsi, mondta, hogy kamionos szeretett volna lenni, itthon dolgozott volna szíve szerint, vagy nemzetköziben, nyerges vagy potos szerelvennyel. Hutossal, ponyvassal, konteneressel, stb. És melyik a kedvenc kamion markaja? Hát, nekem azt mondja, a dankkeretves kamion, nyerges kamion szerettem volna dolgozni mindenképp. Azt mondja, Mercedes, DAF, nem is tudom, milyen Renault, milyen jó kamiók vannak mi. Na ide mindenképpen nemzetközileg szerettem volna kamionozni. Igen, köszönöm szépen a kérdést.
kérdezi, miért nem tetszik elmenni dolgozni. A YouTube-ból meg lehet élni. Hát elmenni dolgoz, elmenni. Csak most a Covid miatt mindenhol leépítés van. Csodálkozó, ember meg talált így valami munkát, és valami mindig közbelül, hogy nem talál megint munkát. Hát most sajnos semmi nincs. Köszönöm szépen a kérdést, ha nem lehet megint a YouTube-on, tökéletesen. Éppen. Claudia Demeter kérdezi, kérdésem az lenne, hogy sokszor nem érzi pocséklásnak azt, amikor valóban ehetetlen ételt készít, látszik, hogy ön is fintorog rajta olyan rossz. És nem mondja azt, hogy a nézők kérték, abból is lehet normális receptet találni, mert sokszor direkt küldenek ehetetlen hülyeségeket, nem veszi észre. Tudtommal nem egy gazdag emberön, hogy pocsékolhassa, víz, remélem tudtam segíteni, mosolygós fej. Puuuujj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 j
Nem lehet mondom, hogy küldnek rosszat, én nem mondom azt, hogy nem. Azt mondja, hogy finnyol kaját, honnan finnyol, mert ezzel sem elmondja óvos, hogy diétázni kéne, nem kéne enni. Hogy legyek egyre embernek enni? Azt mondja, mi jó, mi nem jó, nem vagyunk egyformák. Nem tudom, miért kell mindig ember magába kiindulni. Á, ember, aminféle képe van. Én sem szeretem a pörköltőt, de mégis nem mondom azt, hogy ehetetlen. Sok minden én sem szeretem. Nem vagyunk egyformák. Á, ember, mindenki más szeret. Hát, nem mondom, hogy mindig jót küldtek, de hiába a Párizsiból is jó tokát tudtam csinálni. Nagyon jó volt. Igaz, Püstöl Párizsi nem hús volt, én szerintem jó volt. De nem kell mindig abba kiindulni, hogy eltettem minden. Igen, igen. Hát, tényleg ember mi, ha megmondja a fogyókúrasznika, akkor hol legyek egyve kajálni. Na sokszor az a baj, hogy tényleg, amikor elállul a kulisszatikko, még oda jutó a kóstol, minden beállítást megcsinál, akkor sokszor a kaja, ami eszel, kihűl. Én már ki ide kaját nem nagyon szeretem, nem lehet úgy jó enni, hogy mindenféle videó megcsinálva, és ki, akkor sajnos így, akkor kihűl a kaja. Hát remélem jobb meg tudtam válaszolni. Nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmünkkel. Hát sajnos mindenkinek a kérdésére nem tudtam válaszolni, biztos nem tudtam, lehet, hogy véletlen átsikkoltam. Hát itt ide, amit összeírtam, azokra válaszoltam. Most akár megpróbáltam válaszolni, megpróbáltam a gépi hangon beolvasás, hát a könnyebb lesz, mi én olvastam be, de úgy volt, az se lett könnyebb. Most nem tudom, egyáltalán tudtam abban a rövid videóban valami segíteni, fogalmon is, remélem igen, remélem kérdésekre jól válaszoltam, most remélem nem voltam durva, próbáltam jól könnyebb lenni. Hát akkor már csak annyit tudok mondani, megint nagyon szépen köszönöm, megtisztelt a videómra, tovább is minden jót kíván, Eren Zoltán, a videó info kötővel ettől. Hello, 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 sziasztok!